tisztelettel köszöntök mindenkit a megtestett ülésen. Megállapítom a képviselőtestület tagjai, Fad fővel jelen vannak. Piroska János képviselőtársunk jelezte, hogy később csatlakozik a üléshez. A testület ülés 17 óra 8 perckor megnyitom. Jegyzőként hitelesítőnek felkérném Kovács Ágnes és Szórán Gyulánit. Elfogadják a... Köszönöm. Kiküldésre kerültek a napirendi tartalmazó meghívó mellett a csatlakozó anyagot. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a mai testület ülésünkre szánt napirendi pontokat elfogadják-e ezzel a tartalommal. Akkor kérem készletartásra jelezzünk ki egyébként a napirendi pontokkal. Megállítom, hogy 6 igen szavazatra a képviselőtestület elfogadja a napirendi pontokat, illetve kiegészíteném, hogy most a nemzetiségi önkormányzat elnök asszonya hozott egy javaslat, egy kérvényt. Felhívnám a figyelmet arra, hogy 8 nappal előtte kell ezt megküldeni, de tárgyalni fogjuk. Jó? Jó, csak 27-én megbeszéltük, hogy a következőre ezt a két nátumot. Tehát ezt akkor én úgy gondolom, hogy azt beszéltük meg a jegyzőasszony és polgármesterről is, hogy ezt akkor fogjuk érni a következő gyűlésen. Tehát én ezt úgy gondoltam, hogy ez azért is hoztam a papírt is. Megfeleli egyébként? Természetesen. Jó. Ebben mondjuk nem teljesen csak az van, de így van, nem csak az van, csak ez most igazából halasztás nem hát, vagyok. Hát, hogy mondjam, kérdezik. Jó, mindenki, jó, máskor tűnik, ezt beszéljük meg előtte, mert tényleg ez így, hogy csak adhok. Ez sajnos most történt pénteken, nem nagyon volt idő. Én tegnap nappalos voltam, reggeltől estig dolgoztam, elnézést, és ez nem az első péntek, de ez most fontos lett volna, és megtörtént, akkor azért vagyunk itt, úgy gondolom, hogy a képviselők is tudják ezt a problémát, és oldjuk meg. Jó, oké. Okay. Jó. Majd akkor fogjuk. Jó, rendben. Napirend előtt beszámoló lejárt a tárgyidejű határozatok végrehajtásáról, kikerültek a határozatok. Mindenki megkapta, mindenki tudta tanulmányozni, van ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele. Lejárt idejű állapotokban kapcsolatban. Ugye látszik, hogy mi van a nyilvántartáson átvezetve, ahol folyamatosan végrehajtás jelöltük, a pályázati dolgokról a pályázati beszámolónál fog szóvasni. Illetve kiegészítésre kezdődik, hogy a egy tavaly óta húzódó ingatlan ügynek sikerült pontot tenni a végére, mert az adásvétel megtörtént a fogászüzlet. Terület, a fogászüzlet melletti terület értékesítésével kapcsolatban megtörtént az adásvétel. És vele tényleg a szóval jobb. Nem tudom, hogy hát ide kapcsolatban valakinek. Én csak annyit, hogy most, hogyha beadta a szlovák önkormányzat, hogy szeretne a két rendezvényt, nem volna célszerű, akkor most úgy módosítani a
rendezvény naptárunkat, hogy azt beletenni, mert gondolom, hogy nincs annak akadálya. És akkor már nem kell az egyedeknél foglalkozni. És van neki más is, tehát... Tehát a más, azt elővesszük akkor, amikor az egyedeket tárgyaljuk, és akkor az elején pedig azt a két rendezvényt, hogy betennénk a rendezvény naptárba. Hát a rendezvény naptár ugye az folyamatosan évközben kiegészítésre kerülhet, amikor adódik olyan dolog, amivel előre nem tudtunk számolni, nem készültünk rá, tehát nincs akadálya vele tenni akkor. Tehát úgy gondolod, hogy még mielőtt a lejártot elfogadjuk? Egyébként van is, ami nem valósult meg, rendezvény naptárban már előreig látjuk, hogy valami. Hát akkor azt vegyük ki belőle, jó, és akkor ezt, ami várhatóan megvalósult, tegyük ki, és akkor már napra kész ezt a forradalmat. Akkor rendezvény naptárral kapcsolatban határozati javaslat, ami ez idáig nem valósulhatott meg, azt kivesszük, és bekerül a... Igen, és akkor a nemzetiségi önkormányzat elnökasszonyának a hét. A nyártuma? Igen, az egyik a május hét. Jó, akkor kérem képviselőtársaimat készfeltartással jelezze, aki elfogadja a rendezvénynaptár ez irányú módosítását, megállapítom, hogy hat igen szavazattal a képviselőtestület tagjai egyhangulag elfogadják a rendezvénynaptár ez irányú módosításait. Jó, akkor kérdésem lenne a képviselőtársaim felé, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye a lejárt idejű határozatokkal kapcsolatban. Hogyha nincs, akkor szavazásra teszem, akkor kérem képviselőtársaim készeltartással jelezzék, amennyiben lejárt idejű határozatokról a beszámolót elfogadják. Megállapítom, hogy hat igen szavazattal a képviselőtestület tagjai egyhangulag elfogadják a lejárt idejű határozatot. Első napirendi pont, 2022. évi költségvetésről szóló rendelet megvitatása, elfogadása. Ugye az előző rendkívüli testületülésen a elkészítése, megvitatása zajlott a költségvetésnek, és most eljutottunk odáig, hogy a rendeletet el kellene fogadni, illetve ha van bárkiben felmerülő kérdés, vagy észrevétele, akkor azt kérem, tegye meg. Megtárgyaltuk alapos, tényleg egyeznek a számok is, ahogy kértük. Egyetlen egy észrevételem lenne, hogy az óvodai beruházási kiadásokat nem látom az egyes számon mellékletén. Mert annak egyezni kellene a hatos számú mellékletben, és ott ahol 2.159.000 forint az óvoda angyalvárlódának a beruházási kiadása, és ezt nem látom az egyes számú mellékleten megjelenni.
hatos, ott, ahol a beruházási kiadások vannak, ott fel van sorolva, hogy mennyi a önkormányzatnál a fejlesztési kiadások összege, és mennyi az angyalvárogatánál, és akkor ennek az összegnek úgy gondolom, hogy az egyes számon elégedben meg kellene jelennie. Tehát a 2.159.000-es óvodai beruházási kiadások nem jelennek meg itt az egyes számon elégedben. Tehát megjelenik az, ami az önkormányzat fejlesztési kiadása 33.937, de a 2.159.000 odai az nem. Tehát csak ezt az egyet kérdünk szépen hogy megnézni, hogy... Tehát a hatoson ki van munkálva, igen, itt a hatásos, és akkor a, ugyanannak az összegnek én az egyes mellékletbe is szerepelni. Bocsánat, 11-esben szerepel ez a 2.159 az óvodánál. De az 1-esben is kellene, mert az az egész, tehát az az össz. Tehát a 284 millióba annak is benne kellene lenni. Tehát láttam, hogy az óvodánál megvan, tehát rendben van, itt ennél az egyben. Tehát egy sor a 2.159 csak ennyi. Örülök, hogy a részletes indoklást megkaptuk előzőre, tehát az alapján teljesen korrektül össze van állítva a költségvetésen beleszámot. Mert ez az egyik és egyébként csak akkor ez jelenjen meg az egyes számom mellé. Ha nincs másnak kérdés, akkor kérem, hogy készszertartással szavazzunk a rendelet alkotásáról, aki egyet készszertartással jelezze. Megállítom, hogy a képviselőtestület tagjai 6 igen szavazattal egy hangulat elfogadják a rendelet alkotására. Második napirendi pontunk, szavazat számláló bizottságok tagjainak megválasztása. Második napirendi pont ismertetésére felkérni a jegyzőasszonyt, hogy mondja el, hogy miről kell szavaznunk, illetve hogyan történik a pontosan, ahogy az előttel részében próbáltam a jogszabályokat beidézni, amely alapján a képviselő testületnek döntési joga van és dönteni kell. Most a jogszabály változás során egyben kell megválasztani a személyeket települési szinten, ez változás az előzőhez képest, mert igen, külön SSB-ként kellett a tagokat, pótagokat. Most a jogszabály azt mondja ki, hogy egyben kell, és majd a választást megelőző legkésőbb harmadik három napon belül kell nekem kiválasztanom, hogy ki lesz az, aki a szavazás napján közülük közre fog működni. Tehát most ugye a veszélyhelyzet miatt fokozottabban lehetséges a kiesés veszélye, ezért is gondoskodtunk több tag, most mindenki tag megválasztásáról, hogy esetleges betegség esetén jobban be tudjuk osztani a személyeket. Ugye ehhez ezek a választott tagok, akik a törvény által meghatározott juttatásban részesülnek, és melléjük kerülnek feladataik ellátása során azok a tagok, akiket a pártok fognak delegálni, tehát minden induló párt szövetségnek két tagot jogosult delegálni a helyi választási bizottságban március 25-éig. Tehát ők egészülnek ki. És természetesen ott lesznek a hivatali dolgozók, a jegyzőkönyvvezetők is minden SZSZ-ben. Tehát ez a változás, én úgy gondolom, hogy mindannyiunk megbízható, korrekt személy, tehát nem összeférhetetlenség ideig nem merült fel, hogy lenne velük szemben, de természetesen kell nekik nyilatkozatot tenni, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség. Tehát
kérem a megválasztásokat. Kérdése valakinek? Akkor szavazásra teszem a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztására. Jegyző asszony javaslata a személyek szerint. Akkor kérem készfeltartással jelezze, aki elfogadja a felsorolt tagokat választási bizottságnak. Megállapítom, hogy az igen szavazatnak képviselőtestület tagja jegyzőben elfogadják a felsorolt tagok megválasztását. Harmadik napirendi pontunk, pályázati tájékoztatás, pályázatok ügyében döntéshozatal. Felkérném a polgármester asszonyt, hogy tájékoztasson minket a pályázatokról, illetve ahogy melyik pályázatnál van szükség döntéshozatalra és részére. A januári testületi ülésünk óta 11 darab pályázat kerül benyújtásra, ami ugye a testület akkor rendelkezett. Ez a Magyar Falu Program keretében az úthíd kerékpárforgalmú létesítménynél a Mátyás Király utca szakaszá lett benyújtva felújításra. A volt fagyizótól Diósjenő irányába a József Attila utcáig kerül felújításra 44 millió forintból. A szintén a Magyar Falu Program keretében járdaépítésre is pályázat került benyújtásra, ami tavaly tartalékistára került végül elutasításra, a Váci található járda felújítását tűztük a célul, ez közel 10 millió forintos támogatást igényeltünk. Szintén a Magyar Falu Programban a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és a közösségszervező egyéves bértámogatására is pályáztunk. Magyar Falu Program keretében a temető, önkormányzati tulajdonban lévő temető infrastruktúrális fejlesztése keretében úgynevezett öreg temetőben és ugye a másik temetőben is közlekedési utat, illetve járdát szeretnénk felújítani. A pályázat itt is benyújtásra került 5.992.000 forint értékben. Közterületi játszótér fejlesztése című pályázat a Taposó Park területén új közterületi játszótér kialakítása valósulhatna meg nyertes pályázat esetén. Szintén ez is egy közel 6 millió forintos pályázat. Várható döntés ennél a pályázatnál is, mint amit előzőben elmondtam, március hónap végén várjuk a döntést, tehát lehet, hogy elhúzódik, mert látjuk. Kommunális eszközbeszerzésnél szintén már a tavaly leadott traktorunkhoz szükséges eszközök kerülnének beszerzésre, mint figesztetés, mulcsozó, sószóró, porkocsi és szórólap átállása valósulhatna meg. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése ebben a kategóriában a községháza felújítására került pályázat benyújtásra, melyből a községháza tetőfelésének, illetve az udvar felújításának és belső festési munkálatainak felújítása, fejlesztése valósulhatna meg. Ez egy közel 22 millió forint értékű pályázat. Magyar Falu Program keretében szintén önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése program keretében tültér közösségi tér létrehozására pályáztunk a Művelődési Ház udvarán,
melyből megvalósulhatna a művelődési háziparának térkövezése, illetve a rendezvényekhez szükséges hang- és fénytechnikai eszközök beszerzése, és egy rendezvénysátor, egy rendezvénypavilon vásárlása. Ez 19.846.805 forint értékben kerül benyújtásra. És akkor 8 darab magyar falu pályázatot közvetítem, még a belügyminisztérium belterületi utak járdák felújítása, ami szintén a Mátyás Király utcára lett beadva, a volt fagyizótól a temető felé vezető szakasz felújítása valósulhatna meg. Itt már önelő is szükséges, 2.878.000 forint, és a pályázati támogatás 16.311 lenne jelentős pályázat esetén megvalósítási határidője 2023. december vége, tehát ezt végül is jövő évben is meg lehet valósítani, hogy a nyertes a pályázat. A Teleki László program keretében a tájház épületének felújításához kapcsolódó szakmai előkészítésre pályáztunk, amiben statikai vélemény elkészítése, tervdokumentáció elkészítése, költségvetési kiírás elkészítése, értéklet, illetve építés történeti tervdokumentáció elkészítése valósulhat meg. Ugye ez mind szükséges ahhoz, hogy későbbiekben ugye a tájházat felújítsuk, tehát hogy előkészítsük úgymond szükséges ezeknek a megvalósítása. Itt is ugye 199.000 forint önerő szükséges, hogy nyer a pályázat. És végül, de nem utolsó sorban, a Nemzeti Kulturális Alapnak a pályázat hagyományőrző programok támogatása keretében pályázatot nyújtottunk be a várjátékok fellépőinek finanszírozására 1 millió forint értékben. Reméljük, hogy sikeres lesz a pályázat, és ennyivel is tudjuk támogatni a várjátékokat. Úgyhogy ideig ebben az évben 11 darab pályázat kerül benyújtásra. Amiről a mostani testületi ülésen döntenünk kellene, hogy a tavalyi évben a Magyar Falu program keretében a temető felújítás pályázatnál az Úrnak fal, illetve a kerítés felújításához kapcsolódó árajánlatokra érkeztek. Ez már úgymond a harmadik ajánlattételi felhívás volt, hiszen az előző kettő sikertelen volt. Nagyon nehezen tudtunk olyan embert találni, aki meg akarja valósítani ezt, vagy a megvalósításban segíteni. De végre szerencsére beérkezett a három darab árajánlat, és akkor el is mondanám ezt, hogy az első vállalkozó a kerítés, illetve az urnafal elkészítését, megépítését 4.872.221 forintért tudja vállalni. A következő vállalkozó 4.749.246 forintért vállalná, és a harmadik vállalkozó pedig 5.098.746 forintért vállalná. Körbeadnám ezeket az árajánlatokat, illetve költségvetési összeget. Mindegyik igazából ugyanazokat a költségvetési sorokat tartalmazza, ugye kaptak ők egy árazatlan költségvetést, és azt kellett neki tudom beárazni. És nagyon jó lenne, hogyha most tudnánk akkor erről dönteni, mert az urnafal, illetve a kerítés építésnél a megvalósítási határidő, ha jól emlékszem, ez év június 30. Tehát az most tavasztal, nyár elején jó is lenne, ha elkészülne. Megvan már az urnafalnak a helyet? Beszéltünk az ahol. Hát ugye van neki egy előzetes tervezett helye, de ugye beszéltünk róla, hogy lehet, hogy nem lenne más túl célszerű ott. Szerintem még egy tudjuk módosítani. De van terve, hogy hol? Hát van többféle lehetőség szerintem. Ki tudjuk majd választani, hogy pontosan hol legyen. És a kerítés az öreg kerítés, vagy öreg temetőnek a hátsó bekerítése? Igen. Nem, a hátsó, igen, mivel hogy ott sajnos a vadak elég gyakran bejárnak, és kárt okoznak. A kerítéshez
kapcsolódva szeretném elmondani, hogy ugye ott van az a régóta húzódó, elvarratlan szál, hogy nem megfelelő telekhatár van, és ott a tulajdon birtoklással vannak problémák, hiszen valahol magántulajdonba kerülnek sírhelyek, illetve egymással is a szomszédos ingatlan tulajdonosoknak van telekhatárrendezési követelésük. Erre ugye több kezdeményezés már megindult, volt, amikor a jegyzőasszonya és az összes érintett ingatlan tulajdonos bevonásával volt egy közös egyeztetés, és akkor abban maradtunk, hogy a földmérővel közös bejáráson megpróbáljuk rendezni ezt a telekhatárt, hogy végre a jogi határ legyen a telekhatár, úgymond. Én ha találkoztam, egész életben összefutottam a földmérő úrral, aki sokat dolgozik a településnek, és azt az ígéretet kaptam, hogy jövő héten ő biztos, hogy eljön, és akkor akár szerint lehet ejteni ennek a bejárásnak, és ezt mindenképpen javaslom, hogy mielőtt bármilyen kerítés-építési munkába belekezdünk, tudjuk azt, hogy hol a jogi határ, és ott építsünk kerítést, hogy később ne legyen problémája az önkormányzatnak ezzel, hanem akkor a helyén legyen a dolog. Úgyhogy ezt én mindenképpen kértem tőle nagyon, hogy itt szorít a határidő, hogy ez nagyon fontos, hogy mindenképpen minél hamarabb rendeződjön ez a telekhatár ügy. Ennyivel szerettem volna kérdésre. Tessék! Nem volt erről már téma. Szerintem több alkalommal is nekifutottunk, meg volt ott egy kimérés, úgy kezdtem, hogy ez egy régi dolog, ami tudom, még elvallott a hosszán. Ha én úgy emlékszem, hogy... Nem leületcsere is. Igen. Nem tudtuk végigvinni. És kinek volt? Soha nem volt olyan lehetőség, amikor minden ingatlan, érintett ingatlan tulajdonosnak megfelelt az időpont, meg a földmérőnek is, meg tényleg el tudtuk volna indítani magát az eljárást. Itt egy elvi szóbeli beleegyezés volt minden érintett részéről, hogy ezt meg kell tenni, sőt itt különböző cserék, meg dolgok felmerültek, de nem jutottunk közelebb megoldáshoz, de ezt most mindenképpen meg kell tenni, mert annélkül nincs értelme kerítést csinálni. Egy testületi határozat is született arról, hogy ennek a költségét az önkormányzat vállalja. Tehát amikor itt beszéltük, arról is született döntés, hogy mivel ez az önkormányzat érdeke, természetesen vállaljuk a költségét. Csak sajnos mi polgármester úr is, meg gondolom én is elég sokszor szorgalmaztuk, csak mindig valami miatt elakadt, sajnos. Valamiféle kimérés csak történt, mert tudomásunkra kellett, hogy jusson, hogy kinek és milyen mértékben nyúlik bele a földje az önkormányzat által használt tehető területébe. Tehát, hogyha egyszer egy földmérő, egy hivatalos, erre szakosodott ember leüti a karót, hogy itt van a térkép meg a műhold felvétel alapján, akkor az nem vitatható el maximum, az ellenértéke vitatható, hogyha esetleg az önkormányzat oly mértékben ment be valakinek a magán területébe akaratán kívül, mert ugye ez egy ilyen, hogy is mondjam, hogy? A földmérés az egy örök. Igen, de hát valahol megörökölte minden önkormányzat azt a szokásjogon alakuló területhasználatot, mert ez csak egy szokásjogon múló dolog volt, hogy temetkeztek, akkor nem szólt senki. Mert a politikai helyzet olyan volt, hogy nem volt ildomos szólni, utána rendeződött a politikai helyzet, most mindenki próbálja valamilyen formában. Nem rossz lesz, hogyha rendeződik végérvényesen. Én a következőt javallom, hogy ne húzzuk el. Egy hivatalos értesítés kapjon minden egyes ingatlan tulajdonos, hogy a hó napján, hány órakor ott van, amennyiben nem lesz ott,
el kell fogadni azt, amit ott ténylegesen megalapít a földmérő és a polgármester. Mindenkinek jól felfogott közös érdek, hogy jelenjen meg azon a helyen, hogy pontot tegyünk a mondat végére, mondom én. És legalább hallják a kamera felvétellel, hogy ez az álláspontom nekem is, meg gondolom a többieknek is, mert valahol mindannyian rendezni akarjuk ezt a dolgot. Ez mindig a valóságban picit bonyolultabb, csak éppen egy picivel, és éppen mindig az a kicsi hiányzik hozzá, hogy megoldjuk, mert itt azért az asztalok körül sokkal egyszerűbb sok minden, amikor a 19. időpontot hiúsítja meg valamelyik fél, azért egy picit nehezebb. Mennyi érintett van benne? 3 vagy 4? Hát a králik is lehetne, gondolom, a Fritz is ki, nem tudom, a túlsó felé, a Ritzék, ott az a, nem tudom, hogy hány érintett van benne. De szerintem itt az útfelé eső része van inkább a probléma, mint az oldali lányi része. Még annyit szeretnék kiegészíteni, tehát ez nem ilyen egyszerű, mert hogy mindenki azt szeretné, hogy nem az önkormányzatnak eladja, hanem hogy ugyanaz a területe megmaradjon, és amivel egyik helyen beljebb van, ott a másik helyen kér az önkormányzat területéből. És amikor ez 3 vagy 4 tulajdonossal kell egyeztetni, hogy ki, hogy meg idén balré, kéjebb beljebb, az sajnos nem olyan nagyon egyszerű. De azon vagyunk, hogy megoldjuk. Így van. Úgyhogy nagyon várjuk a jövőjét időpontot, és reméljük, hogy tovább tudunk menni ebbe az ügybe. Jó. Pályázatokkal kapcsolatban akkor ezzel is. Jó. És akkor mi is lenne a döntést kell hozni? Igen. Igen. Urna balra, illetve a kerítés. Körbe nem mindenki tanulmányozza. Nem az el a kérdésem, hogy ellenőrizve lettek-e a cégek, mindegyik rendben van, ugye? Miután a műszaki tartalom teljesen megegyezik, mind a 3 árajánlat esetében természetesen a legolcsóbb árajánlat elfogadását fogom javasolni a képviselőtestület tagjainak, illetve ez a határozati javaslatom is, hogy fogadjuk el a legolcsóbb árajánlatot, a BG Konstruk Kft. Ajánlatát 4.749.246 forintos áron. Szavazásra bocsátom, akkor a képviselőtársaim kérem készeltartással jelzik, ha elfogadják a legolcsóbb ajánlat elfogadását. Megállítom, hogy képviselőtestület tagjai 6 igen szavazattal elfogadták a BG Konstruk Kft. 4.749.246 forintos ajánlatát. Ja, elnézést kérek közben, igen, megérkezett a Kuroska János képviselő úr, így akkor hétfőre nőtt a képviselőtestület. Köszönöm a jelzést. Akkor hét igen szavazattal fogadjuk el. És akkor kiegészítem a határozati javaslatot azzal, hogy akkor a képviselőtestület felhatalmazza a polgármester, hogy az ADE a vállalkozói szerződést megkössem a legolcsóbb ajánlatot tevő vállalkozásra. Negyedik napirendi pont, a polgármester szabadságolás ütemtervet, minden évben szükséges egy szabadságolás ütemtervet létrehozni, amit egyik évben se sikerül szinte betartani, de megcsináljuk az ütemtervet, ez most is elkészül. Képviselő testület tagjai látják, hogy mennyi a alapszabadság, mennyi az előző évben áthozott szabadság, és milyen
havi bontásba szeretnénk kivenni, amennyibe halaszthatatlan, sürgős ügyei intézése máshogy kívánják, akkor módosítom a leírtakat. Kérdés ezzel kapcsolatban, nem tudom, hogy van-e valami. Akkor szavazásra teszem, akkor kérem a képviselőtársaim készszertartásra jelezzék, amennyibe elfogadják a polgármester szabadságát, másik ütemtervét. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal képviselőtestet tagjai elfogadják a polgármester szabadságjárási ütemtervét. 5. napirendi pontunk, Nógrádi Tornateremért Alapítvány kuratórium tagjainak megválasztása. Erre a lépésre azért van szükség, mert az előző tagok közül volt, aki lemondott, és a működéshez szükséges minimális taglétszám nem volt biztosított, ezért hosszú hónapokat töltöttünk el azzal, hogy feltérképezzük azon tagokat, akik alkalmasak minden szempontból a feladat ellátására, illetve vállalják is azt, hogy bármilyen önkéntes feladatot vállalnak a községünk, a közösségünk érdekében. Ez egyre nehezebb, tudjuk, mindenkinek van elfoglaltsága, és nagyon nehéz önkéntes társadalmi dolgokban megszólítani bárkit, de mostanra ez sikerült, így összeállna az új kuratórium. Ugye itt a határozati javaslatból kiderül, hogy Gulyásné Juhász Barbara lenne az elnök, aki a Eszmélye Általános Iskola pedagógusa. Bízunk benne, hogy hosszú ideig, hiszen kisgyermekes szülő is, édesanyja, úgyhogy lelkes volt, vállalta, úgyhogy én mindenképpen bízom benne, és azt gondolom, hogy jó választás, és nagyon örülök, hogy elfogadta a felkérést. Alelnök Kovács Ágnes lenne, ugye ő régi tag, azt hiszem nem kell senkinek bemutatni, és azt sem, hogy a munkássága a iskola életébe, illetve az alapítvány életébe mit mutat, úgyhogy őt alelnöknek javasolnám. Tagok lennének Géci Győző, Kosdiné Bikes Anna és Hajászki Dóra. A Géci Győző szülő, most már talán elballagnak. Nem, még nem. Igen. Tehát ő egy iskolai szülő. Azt hiszem, őt se kell bemutatni, hogy a iskola életében, a sportba és egyébben mennyi segítséget nyújt, és egy lelkiismeretes apuka. Mindenképpen javaslom Kozsdiné Bikes Anna, ő második osztályos gyermeknek az édesanyja, remélhetőleg sokáig ő is tagja lesz a közösségnek, szülői közösség tag. És Hajászki Dóra, ő pedig testnevelés szakos pedagógus a intézménynek, egy fiatal pedagógus, a sport, ugye a hivatása is, azt gondolom, hogy is mindenképpen hasznos tagja lehet a Tornateremért Alapítványnak, úgyhogy ezek a kuratóriumi tagokra irányuló javaslatok. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek bármilyen kérdése, vagy észrevétele, véleménye. Csak annyit, hogy nagyon örülünk, hogy végre megalapulhatunk, mert ugye eddig igazán nem tudtunk segítséget nyújtani az iskolának, mert az alapítvány pénzéhez nem lehetett így hozzájutni.
igaz, hogy nem sok pénzünk van, de most próbáljuk az 1%-kal is, az igazgató is föltette a honlapra az alapítvány számát, tehát bízunk benne, hogy az 1%-ból beérkezik. És hát ugye a tornateremben az eszközöket, meg egyebet, hát abból egy kis segítséggel abból próbáljuk majd megvenni, meg támogatni a tornateremet és meg a rendezvényeket. Köszönjük a munkátokat is! Jó egészséget, sok sikert kívánunk a további működéssel, és természetesen, amiben tudunk eddig is, ahogy eddig is, ezután is fogunk segíteni. Másnak esetleg ezzel kapcsolatban van a kérdés, nincs akkor a határozati javaslaton, hogy a Nógrád község önkormányzatának képviselő testet a Nógrádi Tornateremért Alapítvány kuratóriumába az alábbi személyeket választja meg. Elnök Gulyásné Juhán Barbara, alelnök Kovács Ágnes, tagok Jéci Győző, Kozsdiné Mikes Anna, Halljász Tibóra. Kérem a képviselőtársaimat, ha ezzel egyetértenek, készletesen nevezzék. Megállapítom, hogy két igen szavazat tartózkodást. Nem tudom, hogy most mégis a többiekben... Egyben meg lehet. Jó. Akkor megállapítom, hogy 7 igen szavazattal egy hangulat képviselőtestület tagjai elfogadják a kuratórium tagságát. 6. napirendi pontunk, könyvtár használati szabályzat elfogadása. A könyvtár használati szabályzatot ugye minden évben meg kell tennünk. Szerencsére most van egy olyan lelkiismeretes könyvtárosunk, aki ennek eleget téve meg is tette a szabályzat elkészítését. Természetesen a megyei könyvtár utasítása és irányítása, irányítatása és segítsége szerint. Én azt gondolom, hogy egy jól elkészített szabályzatot tarthatunk a kezünkbe, szerintem részletes, mindenre kiterjed és megfelel az alaki formai követelményeknek. Azt gondolom, hogy itt sok beszédnek nincs is jelentősége ebbe a témába. Azt gondolom, hogy ezt el tudjuk fogadni. Ugye itt a, ami nagyon fontos, a nyitvatartási rend, ami a kölcsönzés érinti könyvtár látogatóinak, ez a legfontosabb, hogy tudják az intézményt felkeresni, megfelelő kiszolgálásba, szolgáltatásba részesülhessenek. A könyvtárra el tudjuk mondani, hogy folyamatos bővítés alatt van a könyvtárunk, tehát úgy a megyei könyvtár részéről, mint az önkormányzat részéről a új könyvek beszerzése megtörténik. Rendezvények, programok vannak szervezve a könyvtárban. Azt gondolom, hogy ez egy jó közösségi hely a községünkben, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ilyen jó kezekben van, valamint ugye egy nyertes pályázat kapcsán idén egy kisebb felújítás is meg fog történni, úgyhogy én mindenképpen elfogadásra javaslom ezt a szabályzatot. Nem tudom, kérdése, javaslata, észrevétele, valamilyen, tessék, mint is. Én nem egy javaslatom. Tessék. Nem lehetne ennek a könyvtárnak egy nevet adni, olyan snasznak tűnik, egy községi könyvtár. Ha önálló intézményként, nem önálló intézményként. Igen. Nem, csak közösségi szinten. Jó. Ezért nem tudunk a művelődési házba sem keresztelni. Egyéb kérdése valakinek? Akkor szavazásra teszem, kérem képviselőtársaimat készfeltartással jelezzék, amennyiben elfogadják a könyvtári szabályokat. Megállapítom, képviselőtestület tagjai 7 igen szavazattal
elfogadjátok ezt a használati szabályzatot. 7. napirendi pontunk, önkormányzati ingatlan ügyek. Több alpont van, ugye, bár szóba került korábban a várnál elhelyezett főelosztó létesítése. Hát létesítve van egy főelosztó, csak nem szabványos, illetve mostanra már talán balesetveszélyes is. Mindenképpen ehhez hozzá kell nyúlni, és ezt rendbe kell tenni. Erre árajánlatot kértünk attól a vállalkozótól, aki ismeri ezeket a felosztókat, hiszen a legtöbbet ő telepítette, vagy javította már, úgyhogy én mindenképpen bízom abban, hogy olyan szakembert kell ezzel megbízni, aki helyismerettel és egyéb ismerettel rendelkezik, ami ennek a biztonságos elvégzéséhez szükséges. Az árajánlatot megkaptuk. Ennek az ára lenne 600 ezer forint. Ha semmi rejtett dolog nem jön elő, itt részletesen le van írva, hogy ugye a díszvilágításnak az áramköre, a csatlakozó rajzatok és milyen csatlakozási pontok vannak ebbe az újonnan létesített szekrényben, vagyis készülnek el. Ez egy földbeásható, kültéri, zárható szekrény kell, hogy legyen, és természetesen ugye a mai szabványoknak megfelelő. A régi szekrényt el kell bontani, és az újat el kell helyezni a megfelelő szerelvényekkel. Én azt gondolom, hogy ez a mai árakhoz méltán ez egy versenyképes ár, és mivel hogy a vállalkozó már bizonyította településen, én javaslom, hogy rendeljük meg tőle a munkát. Nem tudom, hogy kérdése van ezzel kapcsolatban valakinek, vagy tudja mindenki pontosan, hol van ez a kapcsolószekrény. Ha nincs kérdés, akkor szavazásra bocsátom, akkor kérem képviselőtársamat készletartásra jelezzék, amennyiben egyetértenek, hogy 600 ezer forint végösszegért megrendeljük a melléket állaját szerintem munkát. Megállítom, hogy 7 igennel képviselőtestület tagjai egyhangulat elfogadják a bemutatott állajátot, és a vállalkozói szerződés megkötésére feljogosítanak. Következő alkalmunk, telke kialakítása. Eljutottunk oda, én azt gondolom, hogy sokunk örömére, hiszen ez egy hosszú útnak a vége volt, hogy a Jókai utcában kialakított építési telkek eladásra kerültek, mindegyik. Ez, hát én ugye ennek az elején nem kapcsolódtam bele a telek értékesítésbe, kialakításba és egyéb feladatokba, de ugye 19-től igen, és azt gondolom, hogy 19-től egy nagyon gyors folyamat mutatkozott és nagy igény ezekre az építési telkekre, és semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy eladtunk minden telket. Felmerült sokakban, hogy van-e igény újabb telkek kialakítására. Azt el tudom mondani, hogy heti szinten azért vannak érdeklődők építési telkek iránt. Nyilván fel kell helyeznünk a mérleg serpenyőire azt, hogy mennyi a bekerülési összeg a telkek kialakításának, illetve mennyit lehetne értékesíteni, illetve hogy szeretnénk-e a falut terjeszteni kifelé még jobban, vagy pedig megelégednénk ezzel a mostani területünkkel. Ez egy érdekes és több oldalú dolog. Én mindenképpen
számítok a képviselő testület tagjaira, hogy elmondják a véleményüket. Első ütemben egyébként ugye a rendezési tervünk megengedi, hogy a Jókai Mór utcával párhuzamosan még egy utca Gerkény irányába kiépüljön, és ott durva számítás szerint egy 20 és 25 építési telek kialakítása lehetségessé válna. Első ütemben, amiről én azt gondolom, hogy egy könnyebb út lehet a telekalakítási terv szerinti első tömbnek a felosztása, hiszen ott nem kell senkivel egyezkedni, hiszen az önkormányzat tulajdonában van. Még a másik oldalon van még magántulajdonban lévő ingatlan, ott mindenképpen meg kellene egyezni az ingatlan tulajdonosokkal, vagy amennyiben nem tudnánk, hogy ott a kisajátítás vagy egyéb eljárásoknak a lefolytatása az egy sokkal hosszabb folyamat lehet. Itt a vázraj szerint, terv szerint első ütemben 13 telek jönne létre, természetesen közlekedő úttal együtt. A 13 teleknek a földhivatali, földmérési és egyéb költsége az egy durva számítás szerint 4 millió forint lenne. Ebben még nincs ugye se közmű, sem útburkolat, semmi egyéb, ez csak maga az, hogy meg van osztva a terület. Ki van vonva a művelési ágból, meg van osztva, kifizettük a földmérőt, ez durván ugye aranykorona értéken át van várva. Termőföld, ez durván 4 millió forint. Innen indulnánk, ez lenne a kiinduló pont. Én kértem egyébként gépész szervezőtől a közművekre és árajánlatot, de még nem érkezett meg. Úgyhogy én most megmondom őszintén, még egy durva becslés sem mernék arra tenni, hogy az mennyibe kerülhet ezen a szakaszon. Ugye azt tudjuk, hogy a Bori László közben ugye van víz és szennyvíz, illetve Jókai utcában van közvilágítás is, de nyilván ugye ezt folytatni kellene, és ennek biztos, hogy komoly költsége van. Tehát amit én elvárok most a képviselőtestület tagjaitól, az az lenne, induljunk ezen az úton, ez az irány jó irány, kell nekünk ez az irány, dolgozzunk ezen, mert nyilván, hogyha tervezői költségbecsléseket, illetve terveket elkezdünk készítetni, annak már anyagi költsége is lesz. Ez lenne az elsődleges, hogy érdemes ebbe az irányba menni. Én a rendezési terv szerint én megnéztem, hogy hol lehetne még építési terveket alakítani. Ennél egyszerűbb lehetőség, mint nincsen. Megnéztük az Árpád utca folytatását is, ott az útmérnök úr küldött egy tájékoztatást, és azt nem mondta egyszerűnek. Maradjunk ennyire, hogy az nem egy egyszerű. Mert ott előbb utcát kellene csinálnunk, azokat a jogi határokat és egyéb dolgokat meg kellene oldani. Kiküldt? Nem? Igen. Akkor csak nálam. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt egyelőre én félve is tennem. Tehát egy sokkal problémásabb dolgok helyett van egy egyszerű, akkor vagy afelé elhatározzuk magunkat, és elindulunk, vagy pedig akkor egyelőre ebbe az irányba nem megyünk. De mindenképpen számítok a képviselőtestület tagjainak a véleményére, mert ez egy komoly dolog. Tessék! Én úgy látom, hogy nagyon nagy igény van a telkekre,
és nagyon sokan sajolottak, hogy mert mi nem tudunk el a mintákat, úgyhogy én szeretném, hogyha mindenképpen indulnánk ezen az úton, mert a költségek most hiába várjuk, a költségek kevesebbek sosem lesznek, csak többek, és az idő csak telik, és nem történik sem, úgyhogy szerintem induljunk el ezen az úton. Annyit még azért hozzátennék, hogy az önkormányzat érdekeit néző, ugye itt nem mindenképpen csak anyagi érdeket lehet nézni, mert ennek vannak erkölcsi és egyéb érdekei is. Az, hogyha 13 család ide tud költözni a településre, és az a fejlődés, az a lakosságszám emelkedés, amit nagyon sikeresen, és azt gondolom, hogy büszkén mondhatunk, nem áll meg, akkor ez is egy komoly érdem. És nem feltétlenül érhető anyagiakban. És nem is biztos, hogy kell anyagiakban mérni. Nem baj, ha nem veszít az önkormányzat nyilván, de azt gondolom, hogy a Jókai utca kialakítása sem arról szólt, hogy most ott az önkormányzat különböző gazdasági nyereséget tudjon produkálni. A cél nem ezzel valósul meg. Úgyhogy... Nem tudom, hogy jól emlékszem, de talán tavaly volt egy ilyen lehetőség, hogy lehetett volna pályázni telket, nem tudom. Kellene figyelni, az idén nincs esetleg valami. El tudom mondani, hogy nincs, és nem is lesz. Kormánybiztos úr tájékoztatását ismerve, el tudom mondani, hogy nem volt sikeres. Mert az önkormányzatok, akik pályáztak arra, hogy kialakítsanak építési telkeket, olyan buktatókba jutottak, hogy egyszerűen nem bírtak elszámolni a pénzekkel. Gondolok itt arra például, hogy a közművekkel történő szerződések és megállapodások és a közművek kiépítésénél már annyira elcsúsztak időbe, hogy egyszerűen nem tudtak elszámolni. Úgyhogy ez nem volt sikeres, és ez a Magyar Falu programon belül ez nem is folytatódik. Tehát egyen a Magyar Falu program keretében nem. Ha esetleg a Top Plus-ba jön ilyen ősszel, vagy addig... szerint idén nem várható. Lehet, de... Lehet. Magyar Faluban nem lesz. Lehetséges, de fogban. És ezt a tájékoztatást mondanak, illetve élhető települések lesznek. Sőt, még azt is mondták, hogy akár legyen bátor az önkormányzat, és hitelből, és alakítsa ki, és adja el, és hitelezze meg a tulajdonosok felé, és legyen bátor, mert ez jó irány, de ez nem volt sikeres, mert egyszerűen megakasztották az önkormányzatokat. Hát annak idején, amikor a rendezési terv módosításra került, úgy terveztük, hogy két utca sor alakuljon ki. Tehát én mindenféleképpen maximálisan támogatom azt, hogy alakuljon ki ez a másik sor is. És igazam a polgármester úrnak abban, hogy ne féljünk attól, hogy hitel felvenni, mert itt van a fedezete a hitelnek. Tehát ha sikerül értékesíteni az építési telkeket, akkor én azt gondolom, hogy a hitel visszafizetésnek is ez lehet egy garanciája. És amikor majd kapunk lehetőséget és felhatalmazás, hogy a rendeleteinkhez is hozzányúlhatunk, a veszélyhelyzet elmúltával, akkor hozzá is fogunk nyúlni, és meg is fogjuk vizsgálni, hogy melyek azok a költségek, azok az árak, amik már elavultak, amihez hozzá kell nyúlni. Nyilván, hogy ma már nem fogjuk a 2005-ös árakon árulni a telket. Ezzel mindenki tisztában gondolom, hogy ezt meg is kell tenni. Ezt aktualizálni kell, és a mai megfelelő igények szerint, és illetve a lehetőségek szerint ezt át kell árazni egyszerűen. Ki kell találni azt az árat, ami versenyképes, eladható, csábító is, de illetve minimális költséggel ki tudunk ebből jönni. Mi is támogatni tudom, és már tényleg egy falu megmaradásának az a jövője, hogyha minél több fiatal család, esetleg majd fiatalok építenek és megköltöznek.
Ugye én is múltkor a rádióban hallottam, hogy mennyire növekedett Nógrádnak a lakossága. Hát reméljük, hogy megmaradnak azok a kedvezmények is, ami segíti a fiatalokat, hogy tudjanak építeni, és akkor hát, a telkeink is el fognak most majd kialakítani. János? Én egyetértek vele. Nyilvánvaló, hogy a falunak a jövője, az életképessége ebben meghatározható, hogy építési telkek mindig vannak, mert ez alapja annak, hogy le tudjon egy család telepedni, építkezni tudjon. Persze, hát ez egy hosszú távú befektetés. Zsolt? Nincs mindenféleképpen támogatom, többször beszéltünk erről, hogy kellenek új telkek a falba. Én ezt egy tetszik, nem tetszik egy gazdasági alapokra helyezni, mivel tudjuk a költségvetésünket, hogy hogy áll. Tehát itt mindenféleképpen úgy kell gondolkodni, hogy, hogy persze meg kell ételezni, meg ki kell alakítani őket, de ezt egy nagyon átgondolt gazdasági tervbe be kell építeni, hogy mennyibe kerül, hogy mennyibe fog kerülni, és úgy kell meghatározni a terveknek az árát. Hát is mondott, hogy, hogy ezt másképp nem tudjuk megszámítani, mert tudjuk, hogy a falunak nincsenek olyan bevételei, mint nagyon sok önkormányzatnak, ezért mindenféleképpen tehát előre kell menekülni, tehát kell vannak a telkek, és erre nagyon szép szerintem igazdasági tervet össze lehet hozni, hogy mi körülbelül ez mibe kerül, és akkor, ja. És akkor lehet ezeket értékesíteni. Egyébként magával a telkek kialakítás, darabszám, alapterület, azzal egyet tudunk érteni? Hát próbáltam ugye a telek határokat figyelme venni, a vonalakat, hogy a mellette lévő telkekkel fusson, hogy ne kerüljünk ebbe a hibába, hogy a szabásban volt, hogy elcsúszott. Az előkelt távolságokkal mértek, ezt megnézte a főépítész úr is, úgyhogy gyakorlatilag ezt a főmérő és a főépítész úgymond jóvá hagyta, tehát szerintük ez jó. Akkor a határozati javaslatom az, hogy a Bori László köz folytatásában 13 telek kialakítására további lépéseket az önkormányzat megtegyen, illetve költségszámításokat, tervezői költségbecsléseket, gazdasági tervet készítessen el, hogy lássuk azt, hogy anyagilag is ez mibe kerül. Kérem akkor készfeltartással jelezzem, aki ezzel egyetért. Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal a képviselőtestvér elfogadja a telekalakítási terv. Hát ennél a pontnál még beszélhetünk a 401-es helyrajzi számú telekről. Nem tudom, arról küldtünk ki anyagot, vagy az csak nekem van. 401-es végezet. Akkor azt szerintem hagyjuk. Menjünk tovább. Állami ingatlanok igényéssel megkerestek minket két ingatlan vonatkozásában Magyarországi Kormány keretén belül. Az önkormányzat tulajdonába kívánják térítésmentesen adni a megjelölt két telket, a Beltelet 572-es helyrajzi számú, illetve Beltelet 1074 helyrajzi számú ingatlanok részét nem teljes tulajdonjogot, hanem csak egy részét tudnánk birtokba venni. A 572-es valamit számolva. Igen. Az 572-es a Vixár utca 13-as számtele, ahol 1/2 arányba kerülne az önkormányzat birtokába, a másik 1/2 arány az pedig felosztik nagyon sok tulajdonosnak, több mint 10
Van, aki külföldön, 16 tulajdonos talán, de minket olyan szempontból ez nem befolyásolna, hogy mi az 1-2 tulajdonunkat le tudnánk keríteni, illetve onnan megközelíthetőek lennének azok a telkek, ami most nem megközelíthető, az önkormányzat tulajdonában van. Egy részét bérbe adjuk és művelik, de van, amelyik már nincs művelésbe adva, és ilyen szempontból nekünk ez egy értékes lehet, hiszen egy szóval mind létrejöhet, és ott akkor akár értékesíthetőek a későbbiekben azok a telkek, hiszen a megközelítése megoldottá válhat ez a telk. Én ezt mindenképpen javasolom, hogy ezt vegyük birtokba, mert pénzünkben nem kerül, illetve a jövőnket nézve ez egy jó döntése lehet az önkormányzatnak, hiszen megnyílik a terület, azok a hátsó telkek megközelítésre, és nem vagyunk bizárva, hogy ezt mindenképpen javaslom. A másik telek, tudja mindenki, hogy melyik van? A másik telek az pedig az almás kertben van. Ha jól emlékszem, szegfű és ibolyasarok. Szegfű és ibolyasarok. Ezen van egy vikendház. Elég elhanyagolt állapotban van egyébként a terület, de egy nagy alap területen elhelyezkedő saroktelek. Ami azt gondolom, hogy megint csak értékes lehet számunkra, még akkor is, hogyha nem egy per egyben leszünk tulajdonosok. Tessék, akkor a tulajdonosok? Egy-kettő. Akár később kivásárolható a másik tulajdonos, vagy akár meg lehet próbálni egy megosztást is. Attól függ, hogy a kész mit enged. Hogy én azt gondolom, ha adják ingyen, el kell fogadni. És ezzel mindenképp az önkormányzati vagyon gyarapodni fog. Ha a képviselőtestület úgy dönt, hogy ezeket elfogadjuk, akkor mi kaptunk egy előzetes időpontot, ha holnapi napon felkeresnének minket, akár egy szerződés tervezettel a két teleknek a birtokba, vagy tulajdonjog átruházásával kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek örülni kell, és nem kerül pénzbe, akkor legyen. Kérdése valakinek ezzel kapcsolatban részvétel, akkor szavazásra teszem, kérem képviselőtársaim készületbeállítással jelezzék, amennyiben egyetértenek, hogy a Magyar Falu Program keretén belül a belterület 572-es helyrajzú szám, illetve a belterület 1074-es helyrajzú számú telket 1-2-1-2 tulajdon joga átkerüljön az önkormányzat tulajdonába. Megállapítom, hogy a képviselőtestület tagjai 7 igen szavazattal egyhangulag elfogadják a Magyar Falu Program keretén belül felajánlott két állami terület birtokba vételét. Következő alkalmunk tornaterem szőnyeg vásárlása, erről ugye már korábban esett szó, láttunk költségvetést. Láttunk költségvetéseket, vagy árajánlatokat, ezzel kapcsolatban igazgató úrral én azóta beszéltem személyesen, illetve voltam a tornateremben, egyben beszélni elnézést, és meggyőződtem arról, hogy valóban az iskolának szüksége lenne erre a szőnyegre, amivel meg tudnánk védeni az új sportpadlót, aminek utána láttam a bekerülési árát is, és majdnem hanyat vágtam magam, úgyhogy most meg már mindenképpen azt mondom, hogy segítsük az iskolát, hogy tudják ezt megvédeni. Ez
gázkapargót is támogassuk ezt a szőnyeg vásárlási kezdeményezését igazgató úrnak. Az igazgató úr elmondta, hogy ő már árajánlatot beszerezni nem kíván. Ő azt a két ajánlatot kérte, ő ezeket tudja, ő nem kíván ezzel foglalkozni, de kéri, hogy támogassuk. Ugye az ülés előtt még egyeztettem Kovács Ágival a alapítvány részéről, hogy ugye felmerült az előző megbeszélésünkkor, hogy esetleg közösen az alapítvány és az önkormányzat, vagy akár még szülői szervezet is. A szülői szervezetnek nincsen erre való keret, úgyhogy a tornateremért alapítványnal közösen tudnánk, vagy valami egyéb szponzorok bevonásával hozzájutatni az iskolát ehhez a szőnyegkarló vásárláshoz. Ugye a 650 ezer forintos ajánlat van a tornateremért alapítvány részéről, akkor megkérném Kovács Ágit, mondja el, hogy mi lenne az alapítványnak az állásfoglalása az ügyben. Ugye most múltkor tájékoztunk, hogy egyáltalán mennyi pénzünk van, tehát nem egy olyan nagyon sok összeg, és tehát az összeset nyilvánvaló, hogy nem a tornaszőnyegre szeretnénk fordítani, vagy a tornaterem szőnyegére, mert azért beszélgettünk a testnevelővel, hogy mi az, ami kéne, tehát pad, meg egyéb tornaszerek is kellenének, és hát úgy gondoltuk, hogy esetleg egy olyan 250 ezer forintot akkor mi annyit tudnánk hozzáadni. Tehát bízunk abban, hogy az 1%-ból csak be fog futni valamennyi összeg, és akkor tudjuk forgatni a pénzt is egy kicsit. Én felajánlok a polgármesteri jutalmamból 100 ezer forintot az iskolai szőnyeg vásárlásához, amit átutalok, vagy az alapítvány számlájára, vagy az önkormány, aki lesz a vásárló, úgyhogy én ezzel hozzájárulok személy szerint. És akkor fennmaradt 300 ezer forint. És ha jól emlékszem, akkor múlt ülésen úgy döntöttünk, hogy akkor felét az önkormányzat támogatná. Igen. Úgyhogy most már fel alatt vagyunk, és azt gondolom, hogy tudjuk, hogy a szerény a lehetőségünk, a költségvetésünket ismerjük, de azt gondolom mégis, hogy év elején vagyunk, még lesz időnk, még majd korrekciókra. Szerintem támogassuk meg az iskolát azzal, hogy a fennmaradó 300 ezer forintot, akkor az önkormányzat költségvetéséből biztosítsuk a részükre, hogy meg tudják vásárolni a sportpadló megoldásához szükséges szőnyegpadlót. Akkor ez lenne a kérdésem. Akkor ez lenne a határozat javaslat, hogy az önkormányzat vásárolja meg, vagy a alapítvány? Egyszerű most az önkormányzatnak. Jó, az önkormányzat megvásárolja. És akkor akkor kérem készfeltartásra jelezze ez a képviselő, aki ezzel egyetért, megállítom 7 igen szavazatra a képviselőtestet egyetért, hogy 650 ezer forint értékben megvásárolja az önkormányzat az iskola részére a szőnyeget, melynek a alábbi felbontásban kerül a költségmegosztás. 250 ezer forint tornateremért alapítvány, 100 ezer forint polgármesteri felajánlás, 300 ezer forint önkormányzati költségvetésből. És akkor én meg szeretném megköszönni az iskola meg a tornaterem alapítvány nevében is. Nagyon szép, természetes, hogy tudom, hogy nyolcadik napirendi pont, az egyebek, itt több alkalmunk van. Én szeretném kérni, hogy vegyük előre a Nemzetiségi Önkormányzat elnökasszonyának a
beadványát, hiszen időben már itt elhúzódott, ne kelljen neki még várni erre a három pontra. Ezzel egyetünk, illetve mindenki, hogy előre megyünk. Jó, akkor olvastam fel, vagy? Jó. Ugye a rendezvénynaptárról beszéltünk, azt ugye akkor elfogadtuk, határoztunk. Jó. Szerintem el kell olvasni, mert ugye szerintem nem hallják, hogy esetben van ülést, vagy nem tudom. Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, képviselőtestület. 2022-03-08 testet ülésre kérvény. Nógrád község szlovák nemzetiségi önkormányzata kéri önöket, hogy az önkormányzat rendezvény programjai közé szíveskedjenek elfogadni és betenni a rendezvény naptárukba ezt a két időpontot. 2022-05-07 anyáknapi program a nógrádi lakosok részére. 2022-06-25-én tartandó nóta és dalverseny és nógrádi szlovák hagyományok őrzője díj átadását nógrádi lakosok és testvér település lakói részére. Továbbá szeretném kérni, hogy a megbeszélt pénteki fűtést kérjük egész napra. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a polgármester úrral megbeszélt napi, illetve pénteki fűtés sem volt kivitelezve. Így a tervezett programokat le kell mondanunk. Mielőbbi megoldást kérnénk a többi napokra is, hogy tudjuk használni az épületet, mert itt sajnos nem tudjuk használni, hiába újítottuk fel az épületet, a tervezett programok sem megoldhatók. Az árammal való megoldás sem működik, mivel már egy darab villanymelegítő is leveri az automatát. Szívesen veszünk bármilyen megoldást, hogyha már, ha már van épület, amire áldoztunk, közösen használható legyen. Tisztelte Debreceniné Králi Tünde elnök. Egy pár dolgot szeretnék elmondani előrejáróban erről az ügyről. Ez egy hosszabb folyamat, és ez már nem most kezdődött. Itt nem csak a régi tanácsépület fűtésével van problémánk, hanem bizony a községház épületével is. Az én irodámban most át lehet menni 17 fok van. 17 fok van esetleg. Vagy még kevesebb. Tehát vannak a fűtésrendszernek problémái. 2019-ben, amikor átvettem a hivatalt, volt egy javítási folyamat kezdeményezve, amit még Szórányné rendelt meg a Tüse úrétól, amit mi befejeztettünk, de sajnos a elvárt hatást és javulást nem eredményezte. Most nem szeretnék visszamenni, hogy hogyan van kivinnek technikai dolgokba. Az a lényeg, hogy nem működik megfelelően a fűtés az épületekben. Próbáljuk villannyal, villany rásegítéssel. Itt nálunk is van sokszor olyan, hogy bizony egy áramkört lecsap, és át kell másik dugajba dugni az elektromos fűtőberendezést, mert nem bírja nálunk se. A nemzetiségi önkormányzat által használt épületrész, tudjuk, hogy nem egy fiatal épület, mondjuk ki férfiasan. Azt is tudjuk, hogy a villanyhálózat, elektromos hálózat, ott felújításra nem került még. Vagy nem tudjuk, mikor volt. Én próbáltam olyan ígéretet tenni elnök asszonynak, hogy akkor pénteken itt ugye egy óráig van munkavégzés, mert akkor ide nem fűtünk, akkor próbáltuk a fűtővel, hogy különböző keringetési köröket, szivattyúkat megállít, köröket négy körre van osztva, megállítjuk, csak oda koncentrálunk, ez se fejti ki a hatást, nem bírjuk kifűteni azt az épületrészt. Próbáltuk azt, ugye elnök asszony vásárolt egy elektromos készüléket, hogy az, de nem bírja a hálózat.
Erre jött a következő mentő ötlet, hogy legalább addig akkor azt az elektromos hálózatot olyan formába hozni, hogy legyen egy készüléknek elegendő teherbírása a hálózatnak. Erre én kértem a fagyos urat, hogy jöjjön, mérje fel, nézze meg, kértem a szakmai véleményét, egyeztetett időpontba, erről tájékoztattam elnök asszonyt, hogy péntek délután ide fog érkezni. Fagyos úr péntek délután meg is jelent, felmért, utána beszéltünk, kértem egy árajánlatot, kaptam egy 100.000 forintos árajánlatot ahhoz, hogy egy kis megszakítót ki fog építeni, egyszer 25 amperra fel fogja bővíteni a mostani 10 amper, és egy 2,5 feles vezetéket kiépít a hősugárzóhoz. Én ezt írásba megrendeltem tőle, mielőbb végezzel. Be tudom mutatni a levelezést, árajánlatot is minden. Én úgy érzem, hogy tartottam magam ahhoz, amit megbeszéltünk. Én tudom, hogy ez a helyzet kellemetlen. Átérzem ezt a dolgot. Én elmentem a nemzetiségi ülésre, ott is beszéltünk róla, jegyzőkönyv is készült, hogy az önkormányzat szeretné ezt megoldani, nem zárkóztunk el, és nagyon megkértem elnök asszonyt, hogy semmilyen rendezvényét ne mondja le, mert biztosítok helyet másik épületbe. Ez történt, ezt kívánom elmondani. Kérem akkor elnök asszony, egészíts ki azzal, amivel gondolom. Ezt most igazolom a polgármester úrnak, én hibáztam, tehát az a 8 nappal előtte. Viszont én úgy gondolom, hogy ez most pénteki dolog volt, csütörtökön beszéltünk többször is telefonon, igen, említette, hogy beszélt, és én külön felkértem, hogy nagyon fontos lenne, hogy pénteken mindenkit meglegyen, mert én pénteken nem volt befűtés, de még egy kicsit sem. Tehát, már csütörtökön fűtött elmondása szerint a fűtő. Jégideg volt, lefotóztam, 7 fok volt. Ő 16 fokot fotózott, és 3-an voltak. Lefotózott van a dátum. Bejöttem már képviselő asszonynak, már mondtam, hogy azért jöjjünk ide 4-kor, mert nem mindenki látja. Ezt 12 órakor hoztam ide az anyagot, a varrógépet, és akkor döbbentem meg, mivel én 100%-ra vettem, mivel megígért a polgármester úr. De tudom, hogy rengeteg dolga van, gondolom, hogy ez ki van adva, tehát én most nem a polgármester urat próbálom itt, hanem az, hogy ezt élőben meg kell oldani, szeretnénk segíteni, amit ott volt január 27-én, és megbeszéltük, hogy erre szükség lenne, és vannak programjaink, amit mi is a rendezvénytervünkbe beleteszünk. Ezt nem tudjuk egyszerűen kivitelezni. Tehát még annyira sem, tehát a 7 fokban varnék, nem tudom, hogy... És értel 4-kor már, amikor jöttünk a képviselőasszonynal, füstöl a fémi, úristen, mi történt. Valószínűleg a kiírásom után begyújtottak, ezt 100%-kal akkor már meleg volt, délután 4-kor, 12-kor jéghideg, és a 7 fok, és 11 fok volt 4 órakor, akkor is lefotóztam. Direkt azért vettünk egy időmérőt, hogy lássuk, hogy hogy van. Viszont a dolgoztásom nagyon jól sikerült, ott azt meg is köszönöm, csak engem az zavart, hogy szerintem azért, hogy itt a képviselőtestület is lássa és tudjon erről a problémáról, mert ugye ezt mi januárban megbeszéltünk, én megbízok a polgármester úrban, de sokszor nincs itt, nem látja át, nem tudja ellenőrizni, viszont nekünk meg szükségünk lenne. Tehát a felajánlást köszönjük, ez most pénteken nem történt meg, meg is beszéltük, hogy be lesz fűtve, viszont innen mindent átcipálni oda, tehát ez elég bonyolult, és úgy gondolom, ha ott be kell fűteni, már pedig úgy gondolom, hogy be kell, akkor itt is meg lehet. Pláne úgy, hogy ezek nálunk délutáni programok. Tehát amikor én azt mondom, hogy délfőből ezzel nem értek hozzá, meg nem is vagyok műszaki zseni, meg nem is akarok, hanem ezeknek egy kicsit és oda menni, tehát napi szinten az a 10 fok, amit ígért, az sincs meg. Tehát ezt minden nap, most nem voltam, még beteg voltam, nem tudtam jönni, de az előző időszakokban is. Sajnos én tudom, hogy rossz a rendszer, csak nem értem, hogy 2019-ben, amikor mi ezt megkaptuk, akkor olyan meleg volt ott,
hogy azt kérték a polgármester úr is, a Judica István, nyissuk ki az ajtót, hogy ott a raktárba is hogy menjen át a meleg. Olyan meleg volt. Nagyon-nagyon örültünk, hogy végre van egy olyan hely, ahol meleg van, hogy nem tudom, hogy hogy oldott össze ez a fűtés ennyire. És tény, hogy sokszor hétköznap is, ha bejövök, ugye számlákkal vagy, és hideg a radiátor, benne felmerül egy olyan kérdés, hogy nem lehet, hogy nincs mindig begyújtva. Ez egy saját kérdésem, hogy, mert a lányokat is így látom, hogy sokszor van, vagy árommal fűtenek, és én elhiszem, hogy nekik is hideg van. Tehát én nem azt várom, hogy tőlük vegyük el a fűtést, de legalább az az egy-egy nap, amit megbeszélünk, az nagyon, nagyon jó lenne, mert rászervezünk. Igen. Jó, hogy nem tudom, hogy van-e valakinek segítségi ötlet. Minden nap be van gyújtva, azt el kell mondanom minden nap. Ez egy faelgázosító kazán. Ez úgy működik, hogy a termosztát szabályozza, amikor a termosztát ad egy parancsot, akkor több levegőt kap, jobban ég, amikor nem ad, akkor kevesebbet. A kazánban minden nap van tűz, kivéve vasárnap, mert hétvégén nem. De egyébként fűtünk, folyamatosan fűtünk, viszont olyan problémáink vannak, hogy megállnak körök. Van, mikor a egyik kör jól megy, a másik kettő meg nem megy jól. Nem tudunk mit csinálni, megnézettem most azóta már három szakemberrel, mindenkinek nagyon jó ötletei vannak, meg minden, csak ugye amikor szembesül az ember, ezekkel a problémákkal benne van a fűtési időszakban. Fűtési időszakban nem tudom leüríteni a rendszert és kísérletezni a jobbnál jobb ötletekkel, hogy hogyan lehetne hatásfokot javítani. Sajnos nem tudunk. Azt is tudni kell, hogy itt rengeteg radiátor van, és lehet, hogy nem is elég ez a kazán. Nem tudom, én nem vagyok szakember, nem végeztettem számításokat. Összehasonlítani a civil szervezetek házával pedig nem lehet, és nem is érdemes, hiszen az egy vadonatúj rendszer, ráadásul elektromos rásegítéssel, hiszen vannak lovópanelek, amik elektromosan vannak ugye megtáplálva, tehát az egy teljesen más. Ott begyújtanak, 2 óra múlva ott meleg van. 2 óra. Itt hiába, itt van egy legalább 1000 literes puffertartály, előbb elkezdi melegíteni a pufferba a vizet, 6 órakor begyújt, 8 órakor még nincs 30 fokos víz, 40 fokig nem is jön be víz az épületbe, bejönnek a kolléganők, meg vannak fagyva, igazuk van, én is fáztam, ők is fáznak, beadtunk, 2 pályázatunkkal az épületre beadva, szeretnénk korszerűsíteni a fűtést, dolgozunk rajta, de még egyszer mondom, segítünk, átcipekedünk, átpakolunk, nem kell lemondani semmit. Megkértem, nagyon szépen. Ez csütörtökön nem történt meg azért. Mert azt beszéltük, hogy pénteken lesz. Be volt gyújtva a csütörtökön. Én ugyanúgy utasításba adtam, és én nem tudtam megnézni, nem tudtam megnézni, én is beteg voltam, pont 3 napot, nem tudtam, de intézkedni tudtam, és amit ígértem, hogy jön a fagyas, Geri megnézi, hogy mit lehetne csinálni, hogy legalább a hősugárzót olyankor lehessen üzemeltetni. Itt van a levelezés, itt van az árajánlat, megrendeltem. Tessék, megmutatom. Jó, ezt megbeszéltük telefonon, de akkor pénteken hideg volt. Nem tudok, hogy nem. Szóval tehát nem volt befűtve ez a lényeg. Tehát délután 4 órára már volt. Tehát gondolom, hogy a kiírás után ez megtörtént. Hát a kiírástól ne beszéljünk inkább, mert azt szerintem hagyjuk is. Egy nemzetiségi önkormányzat elnök azt mondja, ne a Facebookon üzengessen. Mivel ott volt meghirdetve, és én ezért ott mondtam le, és de haragudj, tényleg nem akarok semmilyen személyes dologba átmenni. 2 ember volt oda rendelve. Fölhívom telefonon, lányok, ne jöjjetek, vagy menjünk át. Nem kell. Miért kell kilökni ezt a közösségi médiára? Hát, mindent. Tűnti minden. Mi az a minden? Jó, hagyjuk, tényleg nem menjünk érte vele. Szerintem, mert minden ott ment ki. Minden, és ez nem az első eset, hogy én meg vagyok találva. Én senkinek sem a nevét, sem a dolgait, soha közösségi médián nem közlöm. Nagyon megkérem ugyanezt.
Jó? Hagyjuk egymást dolgozni. Természetesen ez a cél Nógrádért dolgozom szerintem. Hagyjuk egymást dolgozni. Én soha nem írok rád semmit, nagyon megkérlek, viszont se. Természetesen. Te írattál cikket rólam a Nemzetiségi Újságban, meg hagyjuk, jó? Tényleg, mert tényleg csak személyeskedés. Jó, természetesen. Jó, köszönöm. Ott hirdettem, hogy ott kellett szólnom, nem tudok más csinálni. Úgyhogy... meleg nem volt, az biztos. Jó, elnézést kérek, én kiadtam utasításba, nem tudom, mi történt. Jó, köszönöm. Jó, én mondtam azt is, hogy intézkedek a villanyszerelésbe, meg is tettem, amit ígértem, ott van a kezedben, látod, megrendeltem, ott az árajánlat, legrövidebb úton belül, legrövidebb időn belül kérem, hogy végezzék el azt a szükséges javítást, hogy tudjatok árammal is felsegíteni, amikor nem megfelelő a fűtés. Jó? Jó. Én ezt ígértem, tartom. Még egy kérdésem, nem fontos, hogy erről tud tájékoztatni engem a polgármester úr, hogy mikor, ugyanis mint tudja, hogy megnyertük a 2 millió forint felújítást, amiben ugye a beázást is beírtuk, ami a tető felújítás akkor volt, és hogyha ott is lesz valami olyan munka, hogy ezt ne előtte csináljuk meg, hanem... Azt mondta a villanyszerelő, hogy el van tüntetve a megszakító, nem is találja, ott kell lenni egy kis megszakítónak, neki azt ki kell építeni, és onnan ki fog építeni egy egyszer, kettő és feles vezetékkel, oda, ahova kéritek, megmutatjátok, hol legyen egy olyan fugar, ami elbírja azt a fűtőbeállítást. Ebbe maradtunk, és kértem, hogy tájékoztasson, mikor, és egyeztetni fog veled, és te fogod koordinálni, hogy hova kéred, jó, és azt is, hogy a pályázati felújítás mit érint, jó, ezeket ő, én mondtam neki, lehetőleg nevésünk, de beszéljétek meg, jó? Jó, és a pénteken a továbbiakban maradhatsz, vagy nem? Én most is mondom, hogy... 15-e, vagy 14-e is ünnep lesz, tehát akkor nem tudunk tartani semmit, tehát ez a napon biztos, hogy ugye nem jön össze, csak hogy akkor ezt most meg tudjuk elbeszélni. Én folyamatosan azt tudom mondani, hogy én elmondtam, hogy minden pénteken igény van arra, hogy ott be legyen normálisan fűtve, amennyire lehet ezzel a rendszerrel. Én nem fogok más mondani, ameddig te nem mondod, hogy már nincs erre igény. Jó? Tehát amíg fűtés időszak van, április 15-ig minden pénteken, fűtetek. De nem pénteken, mert már csütörtökön. Jó, és ha jelezted, amikor nem jön össze, ti ezt megnézni, vagy mert most ugye egy kicsit úgy jönne, mintha kitalálnám a dolgot, hogy akkor nézzük meg, hogy mi volt. Én eljövök, megnézem, nagyon szívesen. Meg nem, kellemetlen, nem. Kellemetlen volt. Pénteken 3-an voltak itt egyébként, de én nem voltam itt, mert betegen otthon feküdtem. Mert nem éreztem jól magam, én nem voltam itt, de itt volt a Mikes Andrásné, a Gergő, meg a Gyurica István. Péntek délután, ez biztos, 3-an ott voltam. Jó. Jó? Én nem voltam itt, én nem is akarok igazságot tenni, én elfogadom tőled, hogy hideg volt és nem volt megfelelő hőmérséklet, varrásod, én elfogadom. Én nem tudom, milyen hőmérsékleten lehet varni, de elfogadom, hogy hideg volt. Azért mondom, én elfogadom, hogy hideg volt. Én próbálom segíteni ezt a dolgot, én nem teszek keresztbe senkit. Nehogy itt valami szándékossal felmerül. Ne, abszolút. Én tudom, hogy ez nem... Én nem... Csak nem történt. Én azt nem fogom megígérni, hogy minden nap van időm átmenni, és éppen a hőmérőt megnézni, vagy a radiátorokat, vagy légteríteni fogom a rendszert, vagy ilyesmi. De én kiadom, ez biztos, jó? És nem feltételezem a dolgozóimtól se azt, hogy ők szándékosan valakinek rosszat akarva nem fűtenek. Tehát ezt ne feltételezzük senkiről, nem, mert én azt gondolom, hogy... Az volt a lényeg, hogy hideg, tehát ezt itt zárjuk. Jó, rendben. Reméljük, hogy akkor ezzel a villany rásegítéssel javulni fog a helyzet, addig, ameddig meglátjuk, hogy milyen elbírálás alá esnek a pályázataink, és tudunk-e majd a fűtés korszerűsítésre anyagilag áldozni. Jó? Jó, köszönöm. Én is köszönöm. Nem tudom, ezzel kapcsolatban gondolom, nincs senkinek. Mikor a várható ennek a pályázatnak a értékelése? A Magyar Falu az április közepe. Szeptember.
ember rakja a fűtés módszerűsítésre. Hát aktuális lenne már. A topos. A topos, igen. A magyar magas nem jön, az április közül. Jó, akkor a következő egyebek napirendi pont alatt a tájékoztatás a hulladék gazdálkodással kapcsolatban. Ugye erről is már esett szó, hogy itt felmerült a közszolgáltató részéről egy szerződés módosítási igény, ami elindult itt a tavalyi év végén, és gyakorlatilag több mint 80 tagönkormányzat alá is írta ezt a módosítást. Ha jól tudom, 28-an vagyunk még, akik nem írtak alá. Én voltam a társulás ülésen, közelebb nem jutottak az álláspontjaink afelé, hogy miért terhelnénk meg a lakosságot bármiféle költséggel, ami eddig költségmentesen járt, a szerződésben leírva le is van, miért terhelnénk meg a lakosságot azzal, akárcsak 32 forintos áron történő szelektív vagy csomagolási anyaggyűjtő zsákok, vagy akár edény vásárlásával is. Mi szeretnénk továbbra is azt, hogyha ingyenes lenne a lakosság részére a gyűjtő edény, vagy pedig ez a mostani gyűjtőzsákos rendszer. Ők hivatkoznak arra, hogy 6 közszolgáltató társulás működik országosan, egyik területén sem adnak ingyen semmit, csak itt nálunk, ez több mint 140 milliós veszteség a cégnek évente, és ők ragaszkodnak ahhoz, hogy ez ne legyen. Mi továbbra is sem tartjuk azt, hogy mégis legyen. Most ott tartunk, hogy a leglényegesebb pontja a dolognak, hogy holnap lenne egy mikrotérség egyeztetés Szendehelyen, ahol 3 vagy 4 önkormányzat képviselőjével közösen résztvéve szeretnénk érvényesíteni továbbá a lakosság olyan fajta igényét, hogy mégiscsak díjmentesen legyen ez. És itt most nem az anyagi dologról van szó, hiszen azt gondolom, hogy ez egy átlagos háztartás esetében évente talán 1000 forintot is jelent, ami tudjuk, hogy a mai világban az jelentéktelen, de mi ragaszkodunk az elvekhez, és ha szerződésben egyszer benne van, akkor mi szeretnénk, ha maradna is. A közszolgáltatónak az álláspontja pedig az, hogyha azon önkormányzatok, akik ezt majd nem fogják aláírni, hát bizony fel lesz bontva a szerződés, és nem lesz szolgáltatás a területen. Ami a rutinosabb régi képviselői, ezt egy képviselő esteti tagok tudják, hogy milyen volt, amikor a zöld hív ugye nem vitte el a szemetet egy hónapig, hogy az milyen volt a településnek életében. Nem szeretnénk ezt az időt visszaköszönne, viszont azt se szeretjük, hogyha minket fenyegetnek, vagy sarokba szeretnének szorítani különböző dolgokkal, amit úgy érzünk, hogy nem reális, és hogy ez soha nem jó döntés, de hogy miért pont most, és hogy azt is tudjuk, hogy jövő évben a MOL át fogja venni valószínűleg a közszolgáltatást, hiszen egyedüli pályázó volt. Azt is tudjuk, hogy milyen ereje van a MOL-nak, úgyhogy tudjuk, hogy egy éven belül úgyis ez meg fog változni, de azért mi még ilyen lelkes partizánokként még tartjuk magunkat néhányan, de azért el kell, hogy mondjam, hogy például Balassagyarmat is ott van az oldalunkon, úgyhogy egyelőre itt tartunk, hát nem tudom, hogy én azt gondolom, hogy ma nem fogunk döntést hozni, hiszen holnap lesz ez az egyeztető megbeszélés. Volt már olyan is, hogy egyedi szerződést kínáltak fel valamelyik településnek, volt erre példa, hallottam. Lehet, hogy ez az út lesz,
hogy majd egyedi szerződések jönnek ezeknél a településeknél. Nem tudom. Igazából én tudom azt, hogy ez egy nehéz kérdés, hiszen valamelyik újunkból beleharapunk. Hiszen ez a közszolgáltató társulás, ez gyakorlatilag önkormányzatok által jött létre, itt a tagok vagyunk. Nekünk az is érdekünk, hogy tudják csökkenteni a költségeket, illetve ugye a veszteséget leredukálják, és azt is tudjuk, hogy a lakosságnak az érdekét képviselni egy önkormányzatnak tudja kötelessége. Szóval ez egy nehéz kérdés, ott a szerződés módosítás tervezet. Kiküldésekkel látható, jól látható, melyik pontok, ugye mondták, hogy a házhoz menő zöld hulladékszállítást kapjuk, mondtuk, hogy köszönjük szépen, de eddig is kaptuk, hát hogy az hogy lehet? Hát úgy lehet, hogy az előző vezetés el tudja intézni, kiállta, szerencsénk, bármire lehet fogni, nálunk ez működik. Ennyiben van változás, illetve nagyon fontos változás, hogy ez a postaládába a kerítés lécek közé bedugdosott zsákok, meg a kukára fűzött zsákok, ezek megszűnnek, az önkormányzatok meg fogják kapni egy tételben, vagy két tételben a szükséges zsákokat, meg fognak jelölni időpontokat, lehet, hogy segítséget is fognak kérni a közszolgáltató dolgozóitól, hogy legyenek olyan kampánynapok, amikor ők osztanak, a háztartások meg fogják kapni egyre az évre való zöld hulladék zsákokat. Szállításokhoz megfelelően, tehát ez megszűnik az, hogy a szállítmányon dolgozó munkavállalótól lehet vásárolni, de adni nem tud, de pénzért viszont van. Tehát egy csomó ilyen dolog van, amit mi is jónak látunk, hogy meg kell szüntetni és ki kell vonni, mert ezek tényleg olyan kiskapukat eredményeznek, meg olyan rossz dolgokat, amire nincs szükségünk. De azt is látjuk, hogy védjük a lakosság érdekét, és azt gondolom, hogy mindenki jogosan háborodna fel, eddig kapta, most miért nem kapta, és nem az érték a lényeg, hanem az, hogy valamit elvettek tőle, és meg tudjuk érteni. Úgyhogy itt állunk most ebben a hulladék gazdálkodással kapcsolatos ügyben. Én kérem a türelmet, én megpróbálom a legjobb megoldást kiharcolni, és nyilván tájékoztatni fogom a képviselőtestület tagjait, a lehetőségekről is, és a döntést együtt közösen meg fogjuk hozni, hogy hogyan tovább. Jó, ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. Nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy észrevétel? Nekem csak olyan észrevételem, hogy mosolygok magamban, vagy megpróbálok kronológiailag visszamenni időben, gondolom a Zsuzsa is egyetért bele, hogy ez mindig egy olyan neuralgikus pont volt, ez a hulladék kezelés, a hulladék szállítás, rá szoktatása a falu lakosságának arra, hogy van központi hulladék elszállítás, megszoktatni az emberekkel egy rendszer, ami helyhez közel már úgy veszem észre, kezdett beállni és kezdett működni. Akkor megint előjönnek ilyen újabb és újabb ötletek, amelyek valakinek a fejében megfogalmazódnak, most nem polgármesterre gondolok, hanem azoknak az embereknek a fejében, akik tulajdonképpen ezt a egész hulladékszállítási maffiát, nyugodtan mondhatom, tény, nem vagy a kamerák előtt. A hulladékszállítási maffiát valamilyen formában próbálják kezelni, mert lassan már maffiával fog alakulni, ahogy én érzékelem, mert mindenki ebben lát egy komoly gazdasági potenciált, mert azért hadakoznak annyira, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a szemétben van a legnagyobb profit. Tehát nem véletlen, de még ennek a profitnak a reményében is nem akarnak lemondani az ilyen kisebb dolgokról is, amik itt most effektíve a polgármester úr által érintve lettek, hogy ezek a bizonyos szelektív zsákok, ugye? Erről van szó, hogy hát most nem értem az egésznek a logikáját, de mindegy, hát majd fel kell nőnöm nekem is ahhoz, hogy meg tudjam érteni azoknak az embereknek a gondolkodás módját,
akik majd egy kicsit a profiton kívül a környezetre is odafigyelnek, és azt is szem előtt fogják tartani, hogy országos szinten egy működő rendszert valamilyen formában nem szabad szétrúgni, és nem szabad önkormányzatokat helyzetbe hozni azáltal, hogy úgymond ők is szelektíve próbálják kezelni a belépő önkormányzatokat, vagy a benne lévő önkormányzatokat. Köszönöm csak egy. Nem hozzunk határozók, mert nincsőről határozók. Jó, a következő, Cibakházi Majánosan részvétel. Cibakháza megkeresett minket, hogy nagy tisztelettel hívnak meg április 30-ára Cibakházára minket az ott tartandó majánosra. És ezzel kapcsolatban én visszaigazoltam, hogy természetesen nagyon nagy tisztelettel köszönjük a meghívást, szeretettel megyünk mindig hozzájuk. Azt gondolom, hogy a jó partneri kapcsolatok ápolása nagyon fontos, és különösen a mai helyzetben nagyon fontos, amikor az emberi kapcsolatok és emberi értékek egyre inkább tompulnak és elkezdenek kiveszni a társadalmunkból, úgyhogy én mindenképpen javaslom, hogy el kell utazni hozzájuk, és jó kell, hogy érezzük magunkat náluk, hiszen mindig nagy szeretettel fogadnak, és azt gondolom, hogy mindig kitesznek magukért. Javaslom mindenkinek, aki még nem vett részt, hogy ismerkedjen meg a Cibakházi lakossággal, illetve vezetéssel és az ő vendégszeretetükkel. Amiért ez a ide került, ugye ennek lenne egy anyagi költsége, anyagi vonzata, hiszen oda el kell utazni. Ezt általában mi autóbusszal szoktuk megoldani. Azt gondolom, hogy ez most se lenne máshogy, és ennek az autóbusznak bizony van költsége, ami jelen esetben a megkért árajánlat szerint 250 ezer forint plusz áfa lenne, hogyha az egy autóbuszsofőr pihenőidővel számolva tudja teljesíteni az utat, akkor ez ennyibe kerülne nekünk. Az lenne a tiszteleteljes kérdésem képviselőtestület tagjai felé, hogy ezt megfinanszírozza az önkormányzat költségvetéséből, vagy kérjünk valamennyi hozzájárulást, hiszen nem kell szégyenlősnek lenni, és nem kell szégyelni a mai világban, semmi sincs ingyen, bárholva a kirándulást vagy egyéb dolgot szerveznek, bizony hozzá kell járulni úti költséghez, tehát abban sem látok semmi kivetni valót, vagy szégyelni valót, hogyha éppen kérnénk a busszal történő utazáshoz hozzájárulást. De ha a képviselőtestület úgy dönt, hogy finanszírozza meg a község önkormányzata, akkor finanszírozzuk meg, és vigyük el a 50 főt Cibakházára. Finanszírozza meg az önkormányzata. Jó. Jó. Egyéb határozati javaslat? Nekem egy kérdésem lenne, hogy lenne 50 fő, ami részletben nem volt. Mindig volt. Valószínű, hogy akkor szükség van egy fő. Én azt gondolom, hogy mindig volt, sőt még kimerném jelenteni, hogy akár a képviselőtestület tagjai még elmennének a kisbusszal, hogy minél többen férjenek el lakossággal a nagybuszon, hogyha erre tényleg ilyen igény van. De bárhol bármilyen kezdeményezést lát az ember a településen, ami egy buszos, szinte pillanatok alatt elfogynak a helyek. Tehát én nem gondolom, hogy ez kérdés lehet, hogy egy közel 1700 fős településen egy 50 fős busz meg tudunk-e tölteni a barátainkhoz történő utazáshoz. Ez soha nem volt probléma, úgyhogy... Én csak azért kérdeztem, mert észrevettük azt is, hogy a művelődési házban, ha van egy rendezvény, egy esemény, akkor oda 20 ember is sokszor alig tud eljönni. Tehát itt az összefüggés kicsit érdekes. Hát érem.
Ez nem ugyanaz az összefüggés, mert itt már olyan kapcsolatok alakultak ki az emberek között, tehát a testvértelepülés lakosai között, hogy én úgy gondolom, hogy aki már volt, annak az ismerősei ugyanúgy szeretnek visszajönni Nógrádba. Tehát most gondolom, hogy ezért nem okozhat gondot az, hogy egy 50 fős. És még kiegészíteném azzal, hogy sokszor azért az is egy érthető elvárás, hogy akár a kórus megy, és akkor egymásnál ugye fellépnek a településnek a hagyományőrzői, civil szervezetei, hogy azért akár ezt két civil szervezet meg tudja tölteni ezt a buszt, ha úgy adódik, szóval azt gondolom, hogy ez nem kérdés. Úgyhogy még egyszer mondom, tehát nem is magát, mert rögtön visszaigazolva, köszönjük a meghívást, megyünk, nem is ez a kérdés, hanem hogy ennek a költségvetési szerv vagyunk, nekünk a pénzről mindig beszélni kell, úgyhogy ezért van itt ez a kérdés, hogy akkor az a határozati javaslat. Az együttműködési megállapodás is talán azt tartalmazza, hogy az utazási költséget azt mindenki saját magája, és az ellátást azt pedig a testvérteleplés. Tehát én úgy gondolom, hogy ez így lett annak idején lefektetve. Nem is arra gondolok, hogy más, tehát hogy kettem csak hogy az utasokkal. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat, mert most például, ha veszük a kórus megy fellépni. Most ha megy fellépni, akkor még fizessen is azért, persze, hogy megy fellépni. Világos. Tehát én azt gondolom, ha meg nem, akkor azt mondja, hogy na, a kórustag ne fizessen, akkor a mellette ülő... Hát az nem egy elvárás. Nem lehet ezzel megcsinálni. Akkor kérdésem, hogy van-e egyéb határozati javaslatunk, hogy a cibakáz utazáshoz a buszköltséget, akkor a megkapott árajánlat szerint, egyébként lefoglaltam a buszt ezen az áramon, az nincs, tehát akkor az önkormányzat saját költségvetéséből fizesse meg. Nincsen más határozati javaslat, akkor ezt teszem fel szavazásra. Akkor kérem készfeltartásra jelezze, aki ezzel egyetért. Megállapítom, hogy 7 igen szavazatra a képviselőtestület tagjai egyhangulag elfogadják, hogy a cibakházi utazáshoz az autóbusz költségét 250 ezer forintos száfa költségen az önkormányzat fizető költségvetéséből. Jó. Következő, adományok gyűjtése és szállítása. Talán kezdtettük volna az elején is azzal, hogy milyen szomorú és tragikus helyzet alakult ki a szomszédos országban, Ukrajnában, és rengeteg ember bajba került, rengeteg ember folyamatosan úton van, általában asszonyok, anyák, nagymamák, gyerekek. Én megtapasztaltam saját szememmel, tehát ez nem egyszerű. És én rögtön, amikor a képviselő úrnak láttam ezt a felhívását, én rögtön azt gondoltam, és itt most teljesen mindegy, hogy milyen politikai vagy vallási, vagy milyen oldal kezdeményezi, hogy minden jó érzés embernek csatlakozni kell. Mivel képviselő úr volt az első, mi oda csatlakoztunk. El tudom mondani, hogy nagyon jól megy a gyűjtés, nagyon szervezett, itt most már szerintem 5 teli autónál járunk, amelyik el tudta juttatni az adományait, Balassagyarmatra, a gyűjtőpontra, majd onnan a Beregsurágba, Vásárosnaményba juttatjuk el. Mi is vállaltunk részt az első szállításnál a nógrádi kisbusszal. Én is vittem egy adományszállítmányt. Meggyőződtem róla, hogy nagyon nagy szükség van rá. Én kérem azt a képviselőtestet tagjaitől, hogy támogassák ezt ugyanúgy, mint eddig is tették, aki hozott adomány, mindenképpen nagyon nagy köszönet érte, és én még annyival kiegészíteném, hogy igen, a jót azt lehet csendbe, de vannak esetek, amikor sokkal többen odaállnak a jó mellé, amikor nincs az a nagy csend, és az embereknek arcuk van,
és legyen is az arc, és legyen felvállalva az arc, és amikor arc nélkül meg egyéb ilyen megjegyzéseket tesznek, az minket nem érdekel, és ne is érdekeljen. Mi emberek vagyunk, és mi arccal vállaljuk ezt. És azért vállaljuk, hogy lássák azt, hogy lehet csatlakozni valós emberekhez, személyekhez lehet. És azért követjük ezeket, és azért mutatjuk meg, hogy hova kerülnek ezek, hogy az is lássa, aki besétált ide az udvarba egy doboznyi adománnyal, hogy lássa, hogy az hova kerül. És azt gondolom, hogy ez jó van így. Teljesen mindegy, hogy melyik oldal, meg honnan nézzük ezt a dolgot. Úgyhogy én továbbra is kérem a támogatást, és azt is kérem, hogyha ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak bármilyen költsége felmerülne, gondolok arra, hogy mondjuk egy üzemanyagot megfinanszírozunk, hogy elvigyünk egy ilyen szállítmányt, és segítsünk a határhoz, vagy vegyünk egy autópálya matricát, akkor én kérem, hogy támogassák ezt a kezdeményezést azzal, hogy ez ne egyetlen, hogy egyszer-egyszer ilyetbe vállalunk, illetve azt, hogy innen szervezetten eljut Balassagyarmatra a gyűjtőpontra az adományunk. És nagyon köszönöm még egyszer, aki ebben bármilyen módon részt vesz, és ez bármivel segíti. És tényleg büszkék lehetünk Nógrádra, a nógrádi emberekre, mert én első voltam a polgármesterek között, aki csatlakozott ehhez, az első adományt én juttattam el, megszerveztem az adománygyűjtőpontot, és ez jól működik, és tényleg nagyon lelkesen, és tényleg megható az, hogy mennyien eljönnek és elhozzák az adományokat, és sokszor egy gyermekrajzzal kiegészítik, vagy egy próbálnak egy kis személyes dolgot, úgyhogy én nagyon csalódott vagyok, hogy ide el tudtunk 2022-ben, hogy egy háborút meg kell élni, és ilyen közelről, és én nagyon-nagyon kívánom, hogy ennek komolyabb vonzata ne legyen az országunkra nézve, mint az, hogy az ide segítségért jövő emberek, menekülő embereket segítsük ellátni, és remélem, hogy nem lesz arra szükség, hogy másik ütembe lépjen az, hogy akár itt a településen majd el kell helyeznünk menekülteket, akikről gondoskodnunk is kell. Remélem, hogy mi most annyival meg tudjuk tenni a magunkét, hogy összegyűjtjük az adományt és eljuttatjuk oda, ahol erre szükség van, de fel kell készülni arra is, hogy akár a településen is lesznek érkező menekültek, akikről gondoskodnunk kell, és emberi kötelességünk is. Úgyhogy én ezt szerettem volna elmondani. És mondom, a leglényegesebb része, hogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki bármivel ehhez hozzájárul, és mellettem van ebbe a dologba, hogy Nógrád község is ki tudja venni a nyugat-nógrádi települések közül a részét, aktívan ebbe a Caritas tevékenységbe. Köszönöm. És természetesen, ameddig igény van, addig folytatjuk az adományok gyűjtését, és el is juttatjuk a megfelelő helyre. Itt milyen idő nekünk kellene? Tér, ugye? Nem, ez jó, igen. Ez nem tudtuk kiküldeni az anyaggal együtt az orvosi ügyelet térítésére vonatkozó levelet, mert nem kaptuk meg egész egyszerűen korábban. Viszont ha már így együtt vagyunk, akkor mindenképpen azt gondolom, hogy erről most beszéljünk. Ugye itt felmerült egy igény az orvosi ügyeletet biztosító KFT részéről, hogy a jelenlegi 46 forint 16 fillér forint per fő per hónap összegből 59 forint per fő per hónap összegre emelkedjen, és itt indokolja a
szolgáltatást nyújtó cégnek a képviselője, a vezetője, hogy miért kéri ezt. Hogy kérem, hogy ezt mindenki figyelmesen olvassa el. Ha kérdése van ezzel kapcsolatban, tegye fel. Sikerült mindenki? Van-e kérdése valakinek ezzel kapcsolatban? Azt gondolom, hogy az indokok alaposak. Az is vitathatatlan, hogy nem sokszor volt emelve, hogy az egész rendszer felállt. Azt gondolom, hogy orvosügyeletre szükség van. Azt is tudjuk, hogy az egészségügyi ellátórendszerben vannak hiányosságok, ugye szerintem nem nagyon van más lehetőség azon kormányoknak, mint hogy ezt elfogadja és ezt a óradíj emelést támogassa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt meg kell tennünk. Úgyhogy az a határozati javaslatom, hogy elfogadjuk a doktor úr által írt indoklás szerinti emelést, hogy jogos. Akkor megkérem képviselőtársaimat, hogy készfeltartással tegyék, ha egyetértenek. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal képviselőtestület tagjai elfogadják a orvosi ügyelet óradíj emelésére vonatkozó emelést. Ez a kérdés. Jó. Itt a következő, ami még az egyebek napirendi ponthoz bekerült, és azért került bele, mert külön kérése volt a programban résztvevőknek, hogy ez ma kerüljön be tárgyalásra, mert igen fontos részünkre, és azt mondom részünkre is a dolog. Nem tudom, hogy ki és mennyire kapcsolódott be ebbe a programba, Nógrád község területén, hogy ki mennyire ismer a programot. Akkor felolvasnám a lényeges kiemelt részét ennek. A közösség tér település csapata az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával 2019-ben hozta létre azt a gyakorlati programot, amely felsőoktatásban résztvevő hallgatókkal dolgozik hazai kis települések fejlesztésén. A program célja, hogy lehetőséget teremtsen a hallgatók számára a szakmai tapasztalat szerzésre, ezen kívül a vidékfejlesztést és annak elősegítését is kiemelten fontos tényezőként határozza meg.
képzést követően indul meg a 8 hónapos települési közösségi tervezés, melyben a hallgatók gyakorlatban is kipróbálják a megismert módszereket, lehetőséget kapnak azok vezetésére, és a helyi igényeknek megfelelően akár új eszközök, módszerek létrehozására is. A folyamat célja, hogy nyár elejére a település lakossága meg tudja határozni azokat a tereket, amelyeket újra akar gondolni, és azokat a funkciókat, amelyeket hiányolnak. És ezek meccésében dönteni tudjanak arról, hogy hova, mit, miért, kinek építsenek meg közösen. A program nyáron egy egyhetes közösségi építéssel zárul, melynek terveit az építész hallgatók és mentoraik hozzák létre a helyi közösség igényeire reagálva a program lehetőségeinek léptékébe. Ez forintra is vetítsük, ez a program 2 millió forint értékben Nógrád község településen megvalósíthat egy olyan célt, amelyre a program egyes állomásai alapján a legjobban igény mutatkozik. Most ott tartunk, hogy több alkalommal volt személyes találkozó, voltak tájékoztatók, voltak megbeszélések, és ott tartunk most, hogy a fiatalok részére kerülnek kialakításra valami. Közben látom, hogy megérkezett Udai Krisztina, aki ennek a programnak a nógrádi kapcsolattartója, és én megkérném akkor, hogy néhány szóban mondja el, hogy hol tart most a program, hogy állunk, illetve miről kellene most a képviselőtestületnek döntenie. Rendben, köszönöm szépen a lehetőséget, és elnézést, hogy most utána kapcsolódni, most érkeztem haza. Nem baj, ha itt maradom? Meg ide állom. Nem, csak nem vagyok, most érkeztem. Tehát a polgármester úr is elmondta, ez az egyhetes képzési program szeptemberben valósult meg Pannonhalmán, ahova természetesen már polgármester úrat is meghívtuk. Itt személyesen is lehet találkozni a hallgatókkal, és hát a járványhelyzethez próbáltunk mindig alkalmazkodni, és azért nem egészen tudtuk azt az ütemezést, amit a legelején felvállalt a program, de végül is novemberben tudott először személyesen megjelenni a csapat. Nem csak az, hogy megjelentek személyesen, de online kérdőívek kitöltésére volt lehetőség, interjúkat készítettünk a településen, és hát főleg online felületen próbáltunk minél nagyobb nyilvánosságot elérni, megkeresni a helyi civil szervezet vezetőket is, és hát mindenkinek kértük a segítségét, hogy minél szélesebb körben jutassa el ennek a programnak a hírét. Úgyhogy abszolút az volt az érdek, hogy minél több ember is mindenki, akit érdekel, ezt be tudjon kapcsolódni. Ennek megfelelően alakult ki aztán a legutóbbi februári találkozó során, amit a Művelődési Házban volt, egy olyan beszélgetés, amiben a lehetséges terekről volt szó. Itt nagyon sok térről azt az információt kaptuk, hogy hát az önkormányzatnak nagyon sok terve van, többre már pályázat is készül. Úgyhogy hát ementén haladva, illetve a csoport, az ifjúság volt megkérdezve, aztán ide jutottunk. Az utolsó hétvégén, amikor itt voltak most a fiatalok, lehetőséget kaptunk az iskola vezetésétől is, hogy a 7.-8. osztályosokkal egy ilyen interaktív foglalkozás keretében az ő véleményüket is megismerjük. Az eddigi folyamatot összegezték az építész mentorok, a programban két építész mentor dolgozik, ez a győri építész iroda kapcsolódik be a programba, és hát az ő összegzésük alapján alakult ki végül is az, hogy az iskolaudvar az egyik lehetséges tér. Ha jól látom, most ennek a térképe van kimutatva.
sok más lehetőség is felmerül, de mint említettem, itt vagy az önkormányzati projekttervek, vagy a fiatalok kisebb érdeklődése, végül is ezeket összevetve, aztán ez a terület lesz, ami úgy néz ki, hogy potenciálisan a programban helyszínként szóba jöhet. És itt most csak a közösségi felmérés, vagy a folyamatnak az eredményeit tudom elmondani, aztán, hogy mi az, ami megvalósulhat, ez természetesen az önkormányzatnak a döntésén is mondjuk. És hogyha van bármilyen kérdés a programmal kapcsolatban, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Tehát a mai napon megkaptuk ugye a helyszínrajzot, és a helyszínrajz alapján a fiatalok igényének megfelelően tankertet, skateparkot, egy hidat, illetve fedett és nyitott pihenő teret szeretnének a fiatalok ide az iskola udvarára, illetve a piactér alapjára, úgymond arra a lebetonozott területre. Több terület is szóba jött, de mint Krisztina elmondta, a fiatalok ezt szeretnék a legjobban, az iskolás korosztály. Itt viszont olyan akályok merülnek fel, hogy ugye jelenleg a terület ugye nincs teljesen körbekerítve, illetve hogy az önkormányzat használja a terület egy részét deponálásra. Illetve még azt mondhatjuk el, hogy a programban a 2 millió forintos támogatás mellett még egy egyhetes fizikai erőnyújtást is ad, tehát hogy ide jön több fiatal, és ők megvalósítják. Tehát 12 fiatal ide jön, és akkor ők fogják megvalósítani ezt az építést, úgymond. Tehát még mi is segíthetünk neki. Az a szakmai vezetés is itt lesz, tehát az építésziroda, de is meg a képzés vezető. Tehát igen, tehát munkát is kínálnak ezzel. Nekem azon felül, hogy fel kellene áldoznunk azt az önkormányzati területet, amit most végre sikerült olyan célra használni, hogy a több tíz önkormányzati ingatlanról végre egy helyre tudtuk gyűjteni az anyagokat, azt fel kellene adni. Azon felül még felmerül bennem olyan kérdés, hogy ezeknek az anyagi költségét, tehát egy költségbecslés, vagy egy tervezői költségbecslés, hogy mikor láthatunk, mert én azt gondolom, hogy nem kell ahhoz tudósnak lenni, hogy azért ez 2 millió forint nem tudja fedezni, ha ez minden itt, ami fel van sorolva, megvalósulásra kerül. Tehát amit szeretnék tudni, hogy az önkormányzatnak milyen anyagi költsége lenne. Ha megvalósul a teljes paletta, amit felsorolásra került, valamint ami még bennem egy darab kérdést felhoz, hogy itt a patak fölött új híd, hogy annak lehet, hogy azért egy picit komolyabb hatósági engedélyezés igénye is lesz. Vizsgálta-e valaki azt, hogy milyen hatósági engedély kell ahhoz, hogy a patak fölé így épülhessen, ott ezek lennének így hirtelen, ami eszembe jut, egyébként tudom támogatni, meg szerintem megoldható lenne, nyilván kellene egy másik területet találnunk, ami deponálásra tudunk használni, és azért ez egy nem csak a hulladékanyagok, vagy felhasználható építőanyagok tárolására használjuk, hanem akár szociális tűzifa tárolásra, vagy egyébre is, és ez azért igen hasznos terület a számunkra, de hogyha ezeket a kérdéseket nagyjából meg tudnánk válaszolni, azt megköszönném. Köszönöm szépen!
Jó, összefoglaljam még egyszer? Hát nem, nem próbálom válaszolni, amire tudok, tehát azt még egyszer hangsúlyozom, ahogy az Adri is mondta, hogy én itt tulajdonképpen csak egy összekötő papus vagyok, és csak egy apró kis láncem ebben az egész projektben, tehát vannak képzésvezető is, vannak a fiatalok, akik itt a több módszertani dolgot is megvalósítanak. Úgy tudom, hogy a képzésvezető Kovács Vanda írt egy részletesebb lehetőséget, tehát ez egy keret, ami ezen a térképen is megjelenik. Természetesen ez csak akkor tud így megvalósulni, hogyha az önkormányzat is egyetért vele, illetve egy hosszabb távú együttműködésre lehet ebben számítani. Amit a program 2 millió forintos anyagköltség keretben meg tud valósítani, ami ezen a térképen látható, azt gondolom, hogy a híd az összes engedélyezésével együtt, tehát hogy ez is benne lehet, illetve az a pihenő fa építmény, ami ehhez a sportparkhoz kapcsolódhat, de természetesen az, hogy ott minden megvalósuljon, ezt további forrás vonás lesz szükséges, ezt mi is látjuk. Azt gondolom, hogy ez egy keret lehetőség, az is lehet, hogy nem a teljes területet használja ki ez a terv megvalósítását, tehát sokféle lehetőség van. Az építési anyagoknak a elszállítása viszont valóban egy olyan kérdés, ami felmerül, hogy az valóban más helyszínre kellene, hogy elkerüljön. De azt gondolom, hogy ez egy több lépcsőben is megvalósulhat, talán részeiben is megvalósulhat, tehát ez egy kérdés. Ennek egy lehetőség. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy olyan szempontból vizsgálta ezt valaki, hogy a HÉSZ szerint van egy besorolás a minden területnek, és hogy ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak, kell-e ezt módosítani, vagy nem? Hát véleményem szerint igen. Ez egy beindulati terv, és még volt egy olyan kérdés, hogy a tervezés, tehát hogy a 2 millió forint az mindössze az építőanyag ára. Minden, ami ezen felül van, tehát azon, hogy ez bőven több anyagi támogatás van ebben a projektben, mint ez a 2 millió forintos anyagköltség. Természetesen a tervek elkészítése, egyeztetése is mind a programnak a része. Tehát, hogy ez is benne van. Az, hogy a helyi építési szabályzattal hogyan van kapcsolatban, ezt nem tudom, de azt gondolom, hogy az építészek ezt talán megismerhetik. Én ahogy néztem, de még nem, mert mivel ma bejutott ezt tudomásomra, jól lett volna a főépítésszel előtte tudok konzultálni, hogy neki mi az élemény erről, de hogy jelenleg olyan terület, ahol terjeszkedhetne épületekkel ugye az intézmény. De hogyha ez inkább, nem tudom, ez funkciójában a sportterület vagy zöld terület, nem tudom mi a fő dominanciája, akkor én szerintem lehet, hogy el kell minősíteni, de ezt ugye részletesen a főépítész tudja megmondani. Azt gondolom, hogy az a funkció, amit most ide tényleg nem mi találtunk, ilyen a fiatalokkal, mert a tervezési folyamatban kerültek elő ezek a lehetséges funkciók. Itt az intézmény is profitálhat belőle a gyerekeknek egy olyan tér, ahol szívesen töltik az idejüket egy rendezett területen. Tehát azon, hogy ez itt szervesen kapcsolódik ez az intézményhez. Aztán, hogyha ide építési tervek voltak, erről nem tudok, tehát ezt nem tervek, hanem a lesorolása szerint lehetőség volt. De mondom ezt, hogyha nem tudom, van még ennél bővebb leírás, akkor én azt elkérném, és a főépítésznek továbbítanám. Tessék! Én nekem a következő meglátásom. Egy lelkes csapat kapott egy lehetőséget, és ezek az emberek készítettek egy koncepciót, egy ajánlatot, az önkormányzatok részére, amiben részben megjelenik
helyi embereknek is a véleménye, amely tulajdonképpen most valamit tükröz, valamit próbál elénk tárni, hogy a jövőnek egyik járható útjának egyik megállóhelye ez a kihasználatlannak tűnő területnek megfelelő módon való alkalmazása és használata. Mint ahogy a polgármester úr is kezdte érinteni nagyon finoman és humánosan, senkit meg nem sértve, hogy az önkormányzati munka sokkal összetettebb és sokkal bonyolultabb, mint egy lelkes fiatalok mellé való hozzáállás. Része az önkormányzati munkának az is, mert végül is nem csak szigorúan csak a jogszabályok és az előírások mentén lehet haladni, hanem figyelembe lehet venni ilyen dolgokat is. De az én megítélésem szerint, hogy ez megvalósulhasson és testet öltsön, ahhoz tulajdonképpen nem szabad figyelmen kívül hagynunk azokat a kötelező előírásokat, szabályokat, amelyek mentén haladni kell az önkormányzati munkának, és a képviselőtestületnek nyilvánvaló, akinek döntési kompetenciája van, csak olyan dolgokban dönthet megfelelően, nyugodtan, minden kétséget kizáróan, amik elő vannak teljes egészében készítve, megfelelnek mindenfajta olyan előírásnak, amely túl a lelkesedésen, túl azon a fiatalos hevületen, ami ennek az alapját képezi, hogy megfeleljen annak, hogyha éppen valami megvalósulna. Természetesen az sem olyan egyszerű, hogy az önkormányzat mindenféle átgondolás nélkül belemenjen egy olyan dologba, aminek előre nem láthatja a költség vonzatait, nem láthatja azokat a rész elemeit, amik a költségvetésére kihatással vannak. Tehát nyilvánvaló, hogy most így nagyon jónak tűnik, és persze semmiféle negatív vélemény nem fogalmazódik meg bennem, mert nagyon örülök neki, hogy településünk is része lehetett annak, hogy ilyen lelkes fiatalok ide jöttek, és időt, energiát nem sajnálva készítettek nekünk egy koncepciót. Ez az ő munkájuknak az eredménye. Mi ennek nagyon örülünk, gratulálunk neki, hogy ilyen ügyesen és lelkesen dolgoztak, és természetesen majd nekünk is át kell értékelnünk, meg kell gondolnunk, hogy ebből a koncepcióból mit, hogyan és miképpen, és milyen időbeosztással, ahogy a kérdésünk több lépcsőben, több időre terjedően, vajon meg-e tudunk belőle majd valamit valósítani. De én úgy érzem, hogy így maga az ötlet az természetesen jónak ítélem, mert tényleg az a hely szinte felkínálja magát arra, hogy kapcsolódva a tornateremhez, az iskolához, mert éppen az a generáció lenne jobban megszólítva benne, akinek szüksége van a mozgásra, szüksége van mindenre, amit itt ezek a fiatalok meghatároztak. De én úgy gondolom, hogy erre aludnunk kell egy néhány napot, ami végig kell gondolni aprólékosan, részleteire menően, és semmit sem kihagyva abból, hogyha éppen úgy dönt a képviselőtestület, hogy ennek zöld utat ad. Köszönöm. Jó, most hát csak annyival szeretnék kiegészíteni, hogy szerintem a programnak egy nagyon jó fázisában vagyunk azzal, hogy szerencsére már két településre Magyarországon sikerült végezni az előző évfolyamban egy hasonló folyamatot, aminek hát láthatók és kézzelfogható eredményei vannak. Hát szerencsére nem azt mondjuk, hogy ide jöttünk, és most kísérletezünk itt a Nográdiaknak a kockáját, hanem tényleg vannak már olyan tapasztalatok, hogy mit lehet egy csapattal, természetesen szakmai irányítás mellett, és mondjuk egy támogató önkormányzat jelenlétében, akkor egy olyan tér alakulhat ki, amit a helyiek tényleg szívesen használnak, és munciójában is nagyon ott van, amire igény van. Úgyhogy csak ennyivel szeretném esetleg megerősíteni, hogy tapasztalatok már vannak a megvalósítást, tehát egészen az építés és a használatig képünk délben túl településen. Úgyhogy ezek már használható tapasztalatok. Én azt gondolom, hogy ez iránymutatásként teljesen jó, megfelelő, de nyilván, hogy kiegészítésre olyan szempontból is szorul,
akár mint a jegyzőasszony hivatkozott a észre, vagy akár az, hogy lássunk egy költségkimutatást, vagy az önkormányzatnak, mibe kerül, ugye mit kell hozzátenni, melyik területet adjuk pontosan, ezt a teljes területet, amit be van jelölve, vagy egy részét, mert itt igazából be van jelölve sokkal nagyobb terület, mint ami érintett valamivel, valamint hogyha egy látványtervet például láthatunk, az sokat segít, mert ebből a felülnézeti térképből úgy sokat nem tudunk elképzelni, hogy ezt hogy fog kinézni. Én még egyszer mondom, hogy én nagyon jól tudod, és szerintem mindenki tudja, hogy folyamatosan támogatóan álltam ez a programhoz, és most is így állok, csak hiányolok néhány dolgot, amit szeretnék látni, meg például vannak olyan szakmai kérdések bennem, hogy miért kell új híd, mikor van egy régi híd a Kispadok vonalába, hogy hiszen itt gyakorlatilag átjárható a terület a sportpályától, az iskolától, a úgymond a piactér irányába, a végig ásatebb irányába, hogy miért kellene ragaszkodni nagyon ehhez az új híthoz, hogy lehet, hogy helyette van más, is lehet csinálni. Mindegy, hogy gyereknek, hogy 50 méterrel innen oda megy, vagy ott megy át, szerintem ilyen szempontból nem is biztos, hogy oda kellene egy híd. És akkor lehet, hogy egy csomó költséget meg lehet spórolni, és helyette meg más. De egyébként nekem tetszik, sőt én tudom, hogy ezt szeretik a gyerekek, ezt lehet látni Vácon, Balassagyarmaton, itt ott, amott, ahol ilyen sportpark van, hogy ezt használják, ezt szeretik, ez modern, ezt azt a ifjúsági réteget tudja megmozgatni, akinek most azt gondoljuk, hogy Nógrádon nincsen szórakozás, nincsen annyi lehetősége, mint a kisebbeknek, tudjuk, és még egyszer mondom, hogy ez jó, de én most ebben a pillanatban itt a testetülés nem tudok ezzel mit kezdeni, nem is tudom, hogy mit kezdjek vele, mit csinálják, mi az elvárás. Tehát most beszéltünk róla, de nyilván, hogy határozatot nem hozunk, mert nem tudjuk, hogy mire határoznánk. Tehát ez a közösségi tervezés, vannak egy fázisa. Most ezt tudtuk bemutatni, hogy jelenleg itt tartunk. És ugye a közösségi tervezésnek a idáig tartó fázisában mondjuk az igényeknek a felmérés, vagy hogy ki mit lát a településen. Van egy olyan, mondjuk azt, hogy mérföldkő, amikor szükséges meghatározni egy helyszínt, és amikor egy helyszín meg van határozva, akkor tudunk tovább menni, hogy mi is épüljön ott valójában. Tehát nem tudunk és nem is szeretnénk látványtervet, most ez ilyen nagy kibőhangzik, mert én nem fogom, tehát nem vagyok az építész, elnézést kérek, és a hidat sem tudom megindokolni, mert ebben nem voltam benne. Tehát az, hogy mi épüljön és hogy nézzen ki, ezt is a következő találkozók során szeretnénk együtt kitalálni a helyiekkel. Tehát ezt egyáltalán nem is szeretnénk megmondani, hogy mi épüljön és hogy azt, hogy nézzen ki. Én magam részt még egyszer elmondom fogalmi, hogy ez a helyszín legyen, ha ez az igény és a fiatal generáció ezt jelöli meg, és erre van a legnagyobb igény, és most oda jutottunk ennél a mérkőnél, hogy itt tartunk, én ezt el tudok fogadni, sőt abban is partner tudok lenni, hogy olyan fajta támogatást, hogy akkor ez a terület kiváltásra kerülhessen, én magam részéről mondom, hogy ezt tovább is támogatom, de én még várnék részleteket. Tehát ha most az a következő lépés, hogy a testület azt mondja, hogy igen, ezen a területen meg lehet alakítani valamit, ki lehet alakítani, meg lehet építeni. Én magam részéről azt mondom, hogy lehet, bár szeretném tudni pontosan, hogy mennyi részén kell. Ez ezután fog kialakulni, és nyilván... Tehát én ugye már egyszer az iskola ezt a úgy most itt kosárlabda pályának nevezett területet, ez a piac térnek az első ütemében kialakult terület, ezt már mi átadtuk az iskolának. Én mondjuk nem tudom mennyire érinti ez a mostani beruházás vagy építés, azt a terület. Tehát ez mondjuk ez már, mivel az iskola használatában van adva a terület, ebben ő tud dönteni, hogy most ott mi fog kialakulni, és az ő sportolási
igényét, amire ezt igényelt, ezt a területet akadályozza, vagy nem, vagy jól funkcionál. Nyilván az iskolában volt megbeszélés. Azért mondom, hogy én maga az egész elgondolás, meg az ötlet, meg minden tetszik, csak nekem még egy pici valami hiányzik, de lehet, hogy én vagyok. Itt ennyi a kérdés, hogyha az önkormányzat azt mondja, hogy oké, mehetünk tovább ezzel a területtel, akkor természetesen együtt találjuk ki, hogy milyen mértékben, milyen nagyságot lehet beépíteni, mi az, amit egyáltalán van lehetőségét elkezdeni tervezni. Nagyon szépen. Én annyit szeretnék, nekem nagyon tetszik az elképzelés. Én egy picit pozitív vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban. Nem titok, hogy ez a terület ez nekem mindig is egy ilyen szálka volt a szemembe. Többször beszéltem az igazgatókról, hogy ők szeretnék ezt a területet hasznosítani. Ami nekem nagyon tetszik a dologban, az az, hogy koncepció van benne, tehát nem először kell, tehát nem arról az, hogy az egészet kellene ha valósítani, hanem az, hogy meg lehet ezt szépen lépésről lépéset valósítani. Az is nagyon tetszik belőle, hogy egy viszonylag központi területet hasznosítunk belőle. Szerintem nagyon jó helyen van kitalálva, közel van az iskolához, közel van az óvodához, közel van a sportpályához. Én mindenféleképpen szeretném ezt támogatni. De abban viszont a polgármester úrnak igaza van, hogy akkor le kell menni és meg kell beszélni, hogy mi ez a dolog, hogy mekkora idény van rá, meg a építésszel meg kell beszélnünk akkor, hogy ez milyen terület, és milyen besorvására tartozik. Ez az egyik, amit mindig köszönjük szépen. A polgármester asszony? A szombati megbeszélésen, amelyen részt vettem, azt kérték a mentorok, hogy amikor legközelebb áprilisban jönnek ide április elején, akkor a képviselőtestület tagjaival, illetve az iskolai igazgató úrral tartsunk egy közös bejárást a területen, és akkor személyesen is megnézhetnénk, hogy mit hová szeretnénk, illetve mi az, ami megvalósítható, mi az, ami nem, és akkor ezután tudnak ők is tovább haladni az egyetemisták is, hogy költségtervet készítsenek, látványtervet, helyszínrajzot, tehát hogy nekünk most ebbe az irányba kellene mennünk, hogy egy közös bejárás keretével egyeztetnénk erről. Kell akkor nekünk itt a döntő, hogy mondjuk az önkormányzat. Most nem kell semmiről döntünk szerintem. De az jó lenne, hogyha azt mondaná az önkormányzat itt, vagy most a testület azt mondaná, hogy akkor erről területbe lehet gondolkodni. Tehát itt van. Mondhatnánk azt, csak mivel a főépítész úrral nem egyeztettünk előzőleg, mivel ma kaptam meg a terveket, ezért nehéz azt mondani. De így szóval megbeszélhetünk azt, hogyha simmel a dolog, akkor ezen az úton haladjunk tovább. Ha a szándékát esetleg jelezni a önkormányzat, szerintem az mindenféle. Tehát egy szándékot, ha lehetne rögzíteni, az nagyon pozitív lenne. És aztán természetesen készítő pontja ennek a megbeszélésnek? Április 8-9. És akkor lenne egy közös bejárás. Mások azért is fontos lenne, mert a tornaterem alapítvány nem kevés pénzt adott ehhez a területhez, mert három lett néve, meg egyéb sportszerekkel, hogy akkor most... Én nem tudom, hogy a kosárlabdapálya az ugyanúgy ott maradna. Ezekkel az eszközökkel, ezen a kezdetleges helyszínrajzon látható. Igen, csak szerintem arra gondol képviselő asszony, hogy ugye, hogyha nyitunk erre a régi gázterület irányába, és az egész ugye egy egységes kerítést kap, akkor teljesen felesleges egy labdafogó állót oda tenni nagy költségért, hiszen a labda nem fog elmenni idegen területre, hát ott marad ugyanazon a területen. Nem, az a kerítés. Ide van a pontosan a régi gázsérkület. Igen, oda van tervezni. Akkor az például ott válik. Mert annak most nagy szerepe lenne, hiszen nyilván, hogy egy pillanat még a következő is, csak egy mondat, hogy elvileg ugye március 28-ra, vagy mennyire van tervezve,
azt nem tudtuk, hogy választás lesz, és hogy már mind április 3-án is azon a napon már kedden is oktatások, egyéb elfoglaltságok, hogy akkor ahelyett melyik időpont lenne jó esetleg? Ha nincsen kérdés, elmaradás, ha nincsen kérdés. Hát azért a munkaterv szerint vannak feladatok. Köszönöm mindenkinek a aktív részvételét. Jelentenek a kérdéseket.